Hagyd menjenek az öregesebb voltak! Peti, kösz a 8 hónapot! Dóra, kösz szépen a 400 helyett 500-át! Szevasztok, hello mindenkinek! Szevasztok! Kicabó, kösz szépen! Ha most nem rendelsz, fiam... Emberék ülesen! Felkiáltójel ember... Pakold össze a rendelés! Fékezz magad! Fékezze magát, uram! Fékezze magát, uram! Elnézést! Bazeg papa, nem bízte magad van. Kösz szépen a 20 dodót, Tomi a 9 hónapot, de szépen kösz. Hello mindenkinek, nagyon nagy szeretettel, puszi. Szia. Szevasztok fiaim. Jó napot kívánok mindenkinek, és nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ebben a hétfői adásban, ami tudjuk, hogy mindig meleg hétfő. Szia. Hello, hello. Szoptál a katyám, Patrik, ez most sajnos fejezd be. Ez most állítsd le magadat, te rohadék. Szégyeld magad, szégyeld magad. Hello, Ricsi, kösz szépen a feliratkozásod 10 év után, azt mondja, 10 év után. Azért kivártál. Biztosra mentél. Martin, kösz a subgiftet. Hello mindenkinek, csá. RP-zni fogunk, 5000 alatt a sub. Én nem tudom, mi történik itt, bazd meg. Hét vége óta 300 ment a levesbe. Mi történik itt? Kösz szépen, Martin, a subgiftet. Hello. Csók, puszi. Szia. Szevasztok, fiaim. Hello, hello, hello. Nagyon szépen kösz mindenkinek a subot, meg mindent. Hello. Minden hétvégén ez történik. Féregjukba szaladnak a izék, a subok. Benyalnék melegszarik. Zoli, köszönöm. Ez igazán jól esik. Zoltán. Zoltánom. Te rohadik. Nikol, kösz szépen a fél évet. Zoli, kösz a subot. Nagyon szépen kösz. Hello! Szia! 60 felett csak köszönöm. Melyik nap lesz horror? Az életünk egy horror. Ha ez számít. Kakázoltál? Micsoda poéva! Szevasztok, szevasztok! Atyám, út lesz, mikor lesz? Tudja a geci? Nem tudom, testvérem. Megmondom őszintén. Zoli, kösz szépen a subot. Hello. Szevasztok, szevasztok. Új krumplit meg billancsam. Megint izék vagytok, szexuális ragadozók. Ez a bajotok nektek. Szia, bodnéző. Hello. Nagyon nagy akcióban a shopban. Felkiáltó jel. Ember. Azt hiszem. Hello, itt az őri. Mi kell még bezeg a boldogsághoz? Mint hogy nem az őri. Durrad most a nagy pacal pöri. Hello, hello, szevasztok, csá mindenkinek. Képet láttad? Már jó a kérdés. Nem sokat haladtam bele. Semennyit. Semennyit se. Megmondom nektek a frankót. Nem fog hazudni most kivételesen, most az egyszer, oké? Okay? Amúgy mindig hazudok. Kézzeljétek el. Állandóan. Rezső, kösz a fél évet. Szevasztok, szevasztok, piaim! Szevasztok, szevasztok! A seggedbe! Te meg ne szólalj meg, mint a rádiolás! Ne bánt a Joker, légy szíves! Hol a pénzem? Kösz a fél évet, új menzsed van! Mi ez az erőszak? Jó napot kívánok! Hát
te adta meg a pénzt, most gondoltam, eljátszadozom vele. Ez még csak a kezdet, tudod, öreg? Keményebb dolgok. Egyébként igen, a bíróság megítélte. Megítélte a bíróság Lajoska. Papa, baszik, kösz szépen az ötkelősét. Ami 120. Köszönöm szépen. Nagyon forró vagy, papa. Sírjál, Lali. Sugárba gyűlösszük. Kösz szépen. Könyörjük meg, kérlek. Ez nagyon kevés, több színészi játékot várom. Több színészi játék és átélés. Állj már le! Kérlek, de ne popázzál! De bocsánat, elnézünk. Figyelj csak tagad. Hogy megy atyám? Fosul, tele a passzol. De itt vagyunk. Figyelj csak tagad, geci. De ne szavakozunk bele. Ezt már meg, Dick! De te mit képzelsz magadról, Dick? Állj le! Te mit manus táncolsz a TikTokon? Láttalak délután, te dagadt kurva. Ha, bered a manus táncot? Nyomtad a manus táncot, hiszen rózsáért. Mutattad és a pinádat. És mit zavar? Szedd már össze magadat, te szájon báglak. Te engem ne ütöges, csak mi jó, te megpasszol. Hé, nem szabad így beszélni, dagadt? Hogy beszélsz? Ha? Na, gyere, üssél, üssél. Írszem gilisztási dzsabba, tedd magad takarékra, mert melyen lesz, mert rúgdalma. Gyerünk, üssél. Nem ütök most. Pak, na mégis. Fejezd be, ne avatkozzál bele itt a nagyok dolgába. Erigyél takarítani, mosni, főzni, az a dolga. Világos? Üssélmény. Edzon, kösz szépen a 2005-öt. Peti, Szabolcs, kösz a Szubot. Nyomját neki. Pemzli, Abadeusz, neked is kösz a Szubot. Ja, tedd be magad takarítani. Te meg mit pofászol, baszorát? De hallod, de nem mondtam sose. Hallottam, hogy valamit morbogott a kis buzi. Faszom bele, hát nem hiszem, hol a pénz van? Nem mondtam semmit. Komolyan mondom, könyörög meg, kérlek, Joker. Jó van, mert ne könyörögjél, mert szárnalmas vagy már. Mennyire könyörögsz? Hát itt 10-es skálán. Egy, 9. Mi kell állandóan bántani ezt a gyereket, amúgy? Jó, fejezzétek már be, bazzik, tényleg, de... Joker, neked honnan van az a szar egyáltalán? Hát, stoppoltam a rendőr oldaláról, amikor elájult, tudod? Azt elvettem tőle. Értelek. Érted? Magasabb az alert, új az alert lehet, hogy szar. Te rám hívtad a rendőröket, te kurva? Mi? Ha? És én semmit, biztos, hogy nem. Tudod, hogy te voltál, mert nyomkodtad a telefon, te? Jó, nem. Vietnámi kicsit is. Ja, hát látom szarhelyemben. Tiszteletem a rendőr uraknak! Jó napot! Ó, maga az mi? Azt a kurva eget. Jó személyesen. Tiszteletem. Minek köszönhetjük ezt a látogatást? Hát uram, van egy kisebb-nagyobb problematika itt a kedves Frank Castle úrral. Ja, persze, azt tudjuk. Ha lépjél előre nyugodtan, én akkor átadom önöknek. Ő lesz az, parancsoljon. Igen. És hogy hívják a kedves hölgyet ott például? Lász, az anyja, aki nem jelent meg a tárgyaláson, csak mondom. Bettinak össze 200-at. Maga anyu, mondjad. Jaj, megakadt valami. Rózdi Váldónak hívják egyébként, segítek, de és az édes anyja, aki nem jelent meg a tárgyaláson. Amúgy is ki van magára adva az államok körözés, hatóságok félrevezetésé, még plusz szokat. Orákulónak képzelni magát. Miért van kérdő a körözés? Nem jelent meg a múlt múlkori tárgyaláson. Csúnyasági portékot se fizettem el évek óta. Bocsánat. Tisztelettel. Kolléga, nincsen meg. De most elviszik az anyámat. Tegyed fel a kezeit, kérem. Ajaj, Rózi Máldó minusz, hoppá! Köszönjük. És meg fogom bicsincselni a kisasszonyt. A bűnös a bűnhöngyere. Nem szorítom meg annyira. Ti is fogtok. Hát mi már voltunk a tárgyaláson, és képzeld el, ártatlansági pótlékunk van. Gabeng, kösz a szobat! Akarom mondani, hogy nagyon szép ez a murvai. Öreg, te hoztad ide? Micsodát? Hát ott semmi. A murvát tudod itt, ami ki van morva. Ja? Igen, de. Szóval akkor... Igen, pörök. Értem. Ez mind nagyon szép és sok. Mit szeretne? Elnézést, biztos urak, nem szeretnék itt szemtelen lenni, de hogy ez egy magánterület. Nem tudom, hogy tisztában vagyok. Mi van ránk írva? Melyik a meleg tojás? Vagy nem az van? Hát ránk. Így nézze meg a há... Jó? Aha. Segre az State Trooper. Ja, nem az. Aha. Figyelj, én értem, de hogy házkutatási nélkül... Na, végre. Itt azért van ez ház. Itt van ez, Frank. Hogyne? Magánterület? Noooo! Adrián, kösz szépen! Leesnának, van papírja, hogy itt áll? Menjenek ki fele az udvarról! Jó? Mert most már megkör a cukrom. Ott a főnökön majd azt vele beszélek. Valaki adjon neki valami cukros vizet, mert itt összegyűjtött a de tudja miért van itt? Ez is bíró úr. Azért van, mert tudja, hogy...
Tudja maga, mi a drogfüggőségnek az egyik súlyos tünete? Hát igen, a földön fetrengés. És igazán. Naponta azért földhöz veri magát elég sokszor, szóval nem tudom, hogy mi volt az élet, de ennek börtönbe kéne rohadnia már réges-rég, de először a pénzemet adja meg, meg az öregét. Na, na, jó, 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 majd ezt vagy miért jöttek? Jó, uram, egy picikét, jó, köszönöm. Oké, bocsánat. Na uram, ugye, meg volt szabva a 30 napos befizetési határidő, ugye, a bíróság, illetve igen, a két ugyember részére. Így van, nem kaptunk egy forintot se tőle. Hát azon, hogy mi se kaptunk meg a... Semmit nem tudom. Csak a három napig telt el. Az mindegy. 280-at. A Klingon naptár szerint, a Klingon és a kínai naptár szerint pont egy hónap. Mi? Viszont. Igen, Lali, úgyhogy tartozol. Ricsi, kösz az a majd, hogy mi se kaptuk meg, itt problémák vannak, uram. Hát én értem, de hát még meg kell szereznem. Igen, és honnan? Nem is dolgozol semmit, vagy megint ilyen rossz ügyletek, meg akarsz keveredni, úristen, ez egy... Ez egy de nem mondtam semmi ilyet, nem mondtam, kérem, ne higgy el. Persze, a Jokernek. Is képzelj el, biztos úr, még nem volt, hogy itt fenyegetett minket, hogy ezt nem fogunk mi? Meg, hogy szárazom meg ilyenek. Az öregnek is volt, nekem is mondta. De nem mondtam ilyet, esküszöm. És beleszart hát a cipőmbe is, maradj el. Esküszömből komolyan. Ez kezd elegem, jó? Megesküdött arra, hogy befizeti egy hónapon belül. De hát három nap tehet. És állj, kérdezek valamit, Laller, a három nap az egy hónapon belül van? Igen. Akkor hol a pénz? Hát de van még ha most nem rendezt, ne. Fiam, nem kapom el magyar nőkjelkényet, ember! Akkor összerendelés! Ja, te kurva. Ja. Így van. Uram, nagyon te záros határidőn belül, ha nem érkezik meg a pénzösszeg, akkor viszont nem csak az, hogy ledolgozta a büntetés másik részét? Még munkában vagyok, csak itthon hagytam a műszereket. Biztos úr, én ezt tisztelettel jelentem maguknak, volt, hogy nem igaz. Ezt már nem tudom elhinni. Mert ez nem igaz, egész tapon vártam. Végén börtön lesz, uram, csak mondom. Nem akarok börtönbe menni. Amúgy mi is teki a büntetése a munka ügyileg? Én már teljesen elveszettem a fordulatot. A városnak több pontját össze kell szedni a szemetet, fel kell söpörgetni. Értem. Csak hogy éppenséggel még nem láttam, nem kaptam arra visszajelzést, hogy maga csinálta. Nagyon gondolszag van itt. Melyikük pingott? Most akartam elkezdeni. Bocsánat. Viszontlátásra. Én biztosan nem. Pénz. Uram, a pénz. Uram. Elnézést, bíró uram, meg tudnál nekünk mondani? Nekünk pontosan a 400, mennyivel is tartozik itt a lancsere? Magának pontosan 400-at. De büdös. Dollára. Jó, de fejegy. Mi részünkre meg 826.580-ra. Hát akár, hogy egy számolom, az 1.600.000, igaz? Hát igen, üti a mércét. 1.600.000. Aha. Azt fogunk kell átvenni ezt a pénzt? Ezt a Lali fogja nekünk odaadni eredetileg. Egyrészt meg a 425 ezeret maguknak, a 826.580-at pedig mi részünkre kell, hogy befizesse. Ez nagyon jól hangzik. Anyádnak ő tud benne kapcsolatot, kis Lajoska? Azt most valami be a zsertba. Hát anyukámat most vitték hát azért, el. Hát azért, beszélj vele, mert van ott egy ingatlan, mert foglalást fogok elindítani, behajtó cégnek kiadom. Tartozásodat, a seggbe lesz baszva. Olyat lehet csinálni, hogy... Mivel én a anyukámnak vagyok a fia, hát így rám... Hát valakinek a fia, az egyértelmű számomra is. Így rám is, rám száll a ház tulajdona, nem? Tudod, mi fog gráccal, nem kapjuk meg a jobbos, balos kombó? A kurva anyja. Azt mondja, hogy magára száll a tulajdonja. Azt csak a drogos látják. Egy szíves, de sírjál a jó. Férfiként viselkedj. Nem, felállok mindjárt csak. Igen. Tényleg az úr. Ne feszüljél! Uram, most azt mondja, ne feszüljél! Finoman szóval akarja tenni a saját anyját lábalon? Most a többiek amúgy? El akarok adni a házat nyugodtan. Zoli, kösz szépen a szobat! El akarom a házat adni. De hogyha még él a kedves anyukája, aki a ház, akkor még... nem tudja eladni. De megbeszéljem. Én már elveszítettem a fonalat, mi a faszom van itt? Hát az úr úgy néz ki, hogy már gyilkosságot is tervez. Úr is ezt akarta mondani, így van, gyilkos. Hát ez már lábaló, és, már akarja tenni az anyját, kell, azért, hogy megkaparítsa a házat, amiből ki akarja fizetni a kedves urakat, meg minket rendőr, a hatósági szerveket. Így van, ezt hallottam. De ez nem igaz. Tehetünk feljelentés, gyilkosság kísérlet. Már szeretném is megtenni. Végighallgattam úgy, hogy innentől jó kezdve, hiszen nem van pár kolléga, aki végig... Feljelentés kell tennem. Elnézést, öreg, emlékszel arra, amikor hazajöttünk a bíróságról, elhoztuk itt a kastélyos Lajost is, megfenyegetett, hogy ezért így a húzásunkért meg kell minket ölni. Így van, azt mondta, hogy a ölébe vesz, a szaldi belül a passzomat, még el nem álljulok. Mi? Szó aha. Szerint így mondta. Ez így ha volt. Soha nem hazudjál, te hazudjál. Tessék,
Komolyan nem mondtam. Dehogy nem, fölvételem a róla. Tamás, kösz szépen. Imre, kösz szépen. Zani, kösz a 400-at. Nagyon szépen kösz Margit a 8 hónapot. Most is az előbb ebből. Akkor nem mondok semmit innentől kezdve, és akkor nem tudnak rám panaszt tenni. Szeretném. Hát igen, de még az a munkának még mindig nem állt neki, a pénz még mindig nem utalt, aki... Tagadom. Tagadja. Maradok. Most mi van, uram? Jól? Mit csináltál? Normális vagy? Elnézést, megmondtam. Nézze, bocsánat, ez véletlen volt, így van. Megcsúsztam a tyúkszoron. Nem vagyok robot. Bocsánat, hát elnézést, a csúszós cipőm is, nézzék meg. Ki van kopva? Ezt miért kopva? Véletlen volt, sponzorom eddig. Most mit kell itt feszülni? Ebből segítele. Elnézést, letenni azt a izlét. Mondom, hogy véletlen volt. Fogom, hát. Megcsúsztam. Ez a jó élet, ez mindent megbocsájt. Jó, hát köszönjük szépen, hogy jött emlékeztetni a Frank a szulurat egyébként, és... Köszönjük. Utoljára mondom. Utolsó haladék. Rendben, rendben. 3 napot haladhatja meg, különben börtönbe fogja végezni. Jézusom, úristen. Én fogok eszkedni személyesen. Gezeskedni fog a fiatalember. Gezeskedni. Zeskedésekkel fog csinálni neked. Érted? Na jó, rendben, uraim, én tovább állnék, mert még van egy csomó ilyen ügyfelem, aki... Köszönjük szépen! Szétsük össze 2 eurót! Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Norbi, kösz szépen neked is! Viszontlátásra! 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 Hello, hello! Szevasztok, szevasztok! Szevasztok! Ezt a buzi brigádot! Viszlát! Nagyon sok, ha összeszered magad! Mert segbe leszel robbantva! Rendben, én... Azt szereti, inkább ne! Akkor én megyek is szerintem dolgozni, vagy ne, nem tudom. Nem, sehova nélkül, ne. Mert elépsz a pénzzel. Ja, segítettek nekem. Pakold össze a ruháimat. Segítettek szemetet. Pakold össze a ruháimat! Jó, pakolom, pakolom. Megmutatom, most neked ember nélkül maradsz. Érted? Ah, faszomat. Most mi ez a táska? Költözködsz? Lajos, te mit csinálsz ezzel a táskában? Itt a ruháid, te, a csak itt ja, köszönöm. Köszönöm szépen. Miért? Te költözöd, öreg? Á, nem, azt csak mondtad, hogy pakolj össze a ruháid. Ezek már megint. Köszönöm, ja? Biztos úr. Köszönöm szépen. Roli, kösz szépen. A tier 3-as szobat. Nagyon szépen kösz. Az édesanyjának köszönje meg, hogy kifizette az óvadékot, jó? Köszönöm szépen, anyukám. De nem neked fizette, gondolom magára. Nem nekem. De viszlát, zero közlegény. Ez az volt? Hadd nagy. Zero, viszlát. Viszlát. Viszlát, zero. Viszlát. Hello, szia. Szia. Ez a zero egy igazi ember, érted? Nem tudom, hogy miért lett zero, vagy agyilag zero, vagy... Hát ez kuka hulla, mondom. Vagy hogy lett zero? Szerva, azt viszlát, biztos úr, viszlát. Úgy integetsz a buzi gyereke, úgy integetsz, mint kezdő buzi a gőzbe. Viszlát! Gyupafai köcsög. Figyelj csak ide! Rombizli, rombizli geci. Ja, így van, én is. Figyelj csak, Dagat, most az van, hogy a Lajosnak most voltak itt a rendőrök, hogy ki kell fizetni a izét. Hát van valami csöves ingatlanod, valami lerugott, nem? Ja. Valami tanácsi lakás. Mondta, hogy a gyereked lesz hát, szarba, nem mi? Úgyhogy... Ja, de én intézem. Mit intézelem? És ha mi szarba vagyunk, akkor ti is szarba vagytok. Mit intézelem? Pont leszarom, hogy ti szarba vagytok. Tényleg, a fiat tartozik nekünk 425 ezer dollár ez a fejénként, mert a bíróság megítélte. Miért neked? Nekünk, mert a bíróság megítélte. Nem tudom, lőtt ki a faszomba. Jézusom, lövöldözés. Ez ki volt? Érte? Azt a kurva kimondatlan nevű ember, köszönöm az ezres. Sanyi, kösz szépen a szubat, Roli, neked is. Nem tudom, hány százat kell fizetnie a megyei bíróságnak, illetve 425 ezeret az öregnek, és 425-öt nekem, érted? Azt nem nektek kell kifizetni amúgy? Nem, mert neki kifizették oda, Lali, most mondjad anyádnak. Tényleg megy fel a cukrom. Igen, tartozok a rendőrségnek is, és a jokereiknek is. Szerintem rakjuk fel az ingatlan, gyertek, fotózzuk körbe. Nem. Mondom, rakjuk fel az ingatlan. Azt nem. Mi lenne, hogyha... Azt mondtam, hogy rakjuk fel az ingatlan. Nem. Figyelj csak, rakjuk fel az ingatlan. Felraknánk? Nem, kisfiam, nem. Kurva Isten, basszom meg! Azt mondtam, nem geci, akkor nem. Hát majd nem tudod felfogni. Álljál le! Mit csinálnak, hát? Hát mi a passzom ez? Dik, ez a minusz, hát? Hülye vagy minusz?
De mit csinálsz? Nézd meg, ha meglátott a Rózi, egyből lájult, mondta, ilyen büdös fasz még sose látott. Szevasz, Minusz. Csak az öreg leütött. Hát hazudni. Nem, lájott az helyem. Vigyázz csak, vigyázz, szevasztok. Szevasztok, vigyázzat. Nem viszem el. Csak arrébb állok, mert nem tetszik. Hallottsz, Áki, mert nincs hozzá engedélyed. Hát, hogy a kurva Isten megbassza. Feküdj bele, te dagadt kurva. Feküdj már bele. Szevasz, Margó. Na, Margó, szia, Margó. Mi van, Dikke? Dikke, engem is sorolj, Lici! Engem is sorolj, hogy menjek be! Engedj be! Most mehet öreg? Amikor összezett Margó. Rosszabb van öreg! Asszó kurva, tiszta vidám park eszel. Ezt a pénzt kéne kérni. Azt mondom. Bazd meg! Lajos, ezzel már anyádat el tudjuk szállítani. Hallgass el, Minusz! Dikani, Dikasz, hé! Mehető, Dika, hullámvasút, ez az olcsó verzió, ez a light, ez vagyos, a, ez a hullámvasút light. Várjátok egy picit, mert egy tereprendezés lesz. Nem érted meg, hogy te nem érted a szersz? Minusz, kiszálljál a pepposzozok, passza? Ez a gépa meg öregem. Akkor fogok kiszállni, ha hozzájárulsz, hogy megbasszam a Margót. Igen? Öreg, figyelj már, itt a Minusz. Minusz, nem érnék-e téged egy elaludó ingatlan? Jaj! Dehogy nem, de miért van nálad fejlővel? Jaj! Ja, hát mert itt... Lajos, kapaszkodjál! Ajaj! Kapaszkodjál, Lajos! Kapa... Jaj! Jó vagy? Az meg, te normális vagy, hát baleset veszélyes. Várj, egy gyövök, öreg! Várj egy picit! A publikba kell mennünk rendet rakni. Mosítak. Menjünk. Most rendelték meg a tereprendezést. A perket... Hallod, púrnak. Öreg, amikor azt mondja, hogy nem ingyen van, mert telebasztott a tankot, érted? De ki a igen, faszom a tankot? Jó, hát én meg az anyját basztam tele. Azt mi van akkor? Ha? Pérusz? Mondjuk a hágidőset láttak. Azért mondom. Elnézést, uram! Kis költőkész tagjom a... Várj egy picit. Hogy rákegyek ki a gyomrodat, jó napot kívánok, uram, tiszteletem! Tiszteletem! Nem maguk rendeltek ilyen tereprendezést? Bocsánat. Hát szerintem nem mi voltunk tiszteletem. Íj, azt a kúlva. Elnézést, egy pillanatra! Jó, öreg, lassíts! Jó, vagy Lali? Jó, vagy... Elnézést! Vigyázzanak árém, nem lássák, hogy munka poik! A kurva életbe! Normális vagy! Nézd meg a huligánokat! Figyelj, már a sztojkának lehet kéne az ingatlan, el kéne vinni. Elvigyük a sztojkát. Adjuk el a... Figyelj, Lajos, anyád... Anyád ingatlanját odaadjuk neki, olcsóé. Szóval akkor meg vagy a tartozásból is. Értesz. Mindenki, meg... Ja, jó. De anyádnak nem kell tudni róla. Anyádnak nem kell tudni róla. Csinálunk ki a hamis adásvételi, tudod? Kéne a beleegyezése. Bár tudom... Elnézést, Minusz! Minusz, figyelj, gyere meg! Akkor hozzuk az autókat, azt menjünk! Azt meg! Ezt parkold le, Minusz, menjünk megnézni az ingatlan! Figyelj csak, Minusz! Gyere majd el! Nem érdekel ingatlan, most eladó. Nagyon olcsó. Érdekel, de most várja, már elhoztam ide ezt a gépet, kivéreltem meg egy kis ismerősömtől. Igen? Elhoztam a János Armingov számosokat. Meg a Margónak itt van az egyik szerediák barátnője, valami Jennifer. Ki akartok pucolni itt a helyet? Ezt a helyet, te itt ne pucolgassál! Kitakarítani? Kitakarítanak innen, a szar kiugrik belőled. Te itt ne takarítsál! Akkor ne takarítsál! Itt nem kell! Jó. Semmit takarítál! Mutak, köszönj már János Armingov lapszámosoknak! Szebasszok, szebasszok! Hagyjanak békének! Az a lány... Öreg, figyelj már! Szebasszok! A Márga azt mondja, hogy itt a munkások nagyon csincsákok. Figyelj csak, Margó, te megint játszod a picsádat? Ha? Nem, ezek bántanak, ortobálnak, sikítoznak. Hát mert mit sikítoznak? Mit sikítoznak? Mit mondtak neked? Bemutattam már neked a barátnőt. Melyiket? Hogy hiá? Ott te, a takított hátra. Imádom. Miért dagoktok? Hogy hiá költött? Rézm, vesz Gyengyó nevehet. Gyengyó? Figyelj csak, Gyengyó! Gyere már ide, hogy csapd el a passz arcod! Szevasz, fiam! Mi a helyzet? Szevasz! Kézd ma, öreg! Kézd láttam neked a Gyengyó után!
Hát figyelj csak, hát ez strapakoncva. De jó terpet, fordulj csak meg, Pia. Fordulj csak meg. Hát én nem Pia vagyok. Mondom, fordulj már meg, a jó Isten adjon két szarvat a lapát fejedre. Az igen, az igen. Ott azért van kipofogó. Jó, figyelj csak ide. Különböző vizsgákat kell tenni a mai napon. Nem mondom neked őszintén. Azt látom, hogy szép vagy, de szopni szopol-e? Ha? Piam. Nem vagyok piam, meg. Válaszoljál már, ha kérdeznek. Nem tudta a szabályokat? Az etikette? Ha? Nem, nem. Az etikette egyébként, azt tudjátok, mert ez egy internetes jegy. Mert és megköszön 400-ban. Olyan tiketta van. Tiketta az van. Oltási bizonyítványod van? Hát nem igen, ott van. Oltás. Hát, bolhanya körbed is van? Bolha ellen. Hát, neked is kéne. Bolhas nincs, he. Nincsen, ha. Nem vagyok bolhás. Be van csippelve. Be van csippelve? Akkor jó van. Igen. Jó van, pityol csak ide. Figyeltek! Margo, öreg, Stojka, egy kocsiba üljetek be, azt gyertek utánam, jó? Addig ti beszélgettek, Meri? Medessé akkor. Na vezetek én, üljetek be. Tedd már azt a kocsit. Mit vesünk, milyen vasatunk? Mit? Minden mozdítatot viszünk. Haller, ide üljél a konyhád, ide. Ja, oda ül a két nő, érted? Üljél már be, Margo, szebbet forduljon ki. Meg a Jenika üljön oda befelé, ti nektek is oda. Mi a faszom el? Általános iskola ültetésről. Kérkezzek a barátok, he? Eridjetek már! Menjél drókkal! Nem barátok vagyunk, én baszom a Margo-t. Baszom a Margo-t, érted? Jaj, megyél! Hát mindenki munkás, he? Pattanyába be hátra felé. Hát most el kéne menni a családba, már enni egyet. Na, most, hogy ilyen hölgytársaságokban vagyunk, igen. Szeretnék azért megmutatkozni, kiemelni a férfiasságaiba az előnyöket. Figyelj csak, Margo, te most mi hányadán állunk, te? Ha? Joker, tudtad, hogy... Hányadán állunk most mi? Sánodom. Mert hogy a beledet tegyek ki a rács, azért. A múltkor itt kellett magadat. Sok csöves kukoricára. Nagy barat fejeddel. Majd arra koncentrál, akire akarok, jó? Minusz. Lekönyökölnek, bazd meg, mint egy korsó. Mi hát, Margo, nem azt mondtad, hogy az öreg azt tetszik neked, hát? Na most már ebben a játszik itt akkor. Ez titok volt, hát. Neked mondtam el, csak azt, hogy elmondtad. Ja, basszus, nem tudtam, hogy Andor, köszön 9 hónapot. Köpkeci talandó. Na valakinek nagyon büdös a lába. Hát szerintem az a Margo. A múltkor éreztem, hát rendes, könnyen kifoly. Húvár szemüveg be kell edni, mikor leveszi az okni. Most már meg a lábam. Margo, figyelj már ide. Azt az hogy van rendjé, hogy van majd 60-as lábad, a jóisten áldjon meg. Hát. Tenémet örökölte. Hát bazen van, nincs 60-as lábad, akkor ne üljek itt. Hanyas lábad van, most mondd meg. Hát, Margo. Marok mérete mocsét ki a lábam. István, kösz az ezrest. Hát van ez a szar, miért ennyivel megy, Andy? Tedd már sebességbe. Hát azért, mert vappal vagy azért. Hát mi a kaszom, hogy csináltatok ezzel? Hát már nem tempomat, he? Megérne megint valaki eltűnt. De a Margo, ki kapcsolt ki a tempomatot? Hát megállunk. A Margo. Elment a barinőnek. Saját, de miért teszelsz? Margo már kiesett a kocsiból. Olyan gyorsan jöttél. Milyen gyorsan jöttél? Nem akartok jönni, he? Hát valami nem jó ezzel a szarval. Lehet, hogy hengerfejes? Az hengerfejes. Kartyagy az ne baszta az index búrölsz. Hát az index folyadék kifogyott. Na, mi van buzi rúzi? Azt mondta, kicsoda? Elkapar egyesből. Kifogyott az izé. Meg kettesbe az index folyadék kifogyott. Elkapar egyesből lesz ilyen. Dikká, az olyan, mint egy Fiat Punto, mi? Lajos. Ja, annyira rák, mi? Miért van az, hogy Stojka kezében minden autó megborul? Alex, köszön 9 hónapot. Megállom. Darbo elfolyt a dolog. És mi bűn? Na most hol van az izé? A Margo. Minusz. Margo hogy a faszom legyen a pokkepét. Elment tovább tanulni. Jó van, elég. Ilyen hamar? Nem is mondta nekem, he. Hogy elkapar egyesből, mi? Azt a kurva. Azért van itt erő. Kéz idejéket belehúz. Nem tud vezetni. Azt a kurva. Ma se nincs itt a Margo, Jen Joe. Beszélgethetünk komolyabb témákról. Figyelj csak ide, Jen Joe. Megmondom őszintjén, hogy én a Margóval most ilyen érzelmi szálakat babusgatok. De azért, ha kell, passzoljál.
Azt tudok adni. Jaj. Jó, mit akartak? Te most teljesen dolgozik. Szóljál nyugodtan. Beszéljünk az öreggel. Halált berek szemet kigúvad. Azt megígérem. Jó? Hát te azért a barinőm, na. Hát mi van az, hogy... Figyelj, jó barátok, megosztoznak mindent. Várjál, hát... Mely bimboldat 15 centis kell szopom fel, ha kell. Csak azért. Jó? Ha mindjárt jövünk. Úgy szoktad a Jen a Margot is? Persze. Na most mi a helyzet? Na, még miért ide érnének az anyjáig, akkor azt beszéltük, hogy azért jöttünk haza, mert Lali haza akart jönni. Jó, nem mondjuk el, hogy mi a terv, és akkor addig eladjuk a házat. Vagy eladod a házat a Sztojkának, és akkor a pénzt odaadod. Felezzünk, azt megyünk, érted? Ez így lesz. Tudod, hogy milyen az aláírása anyukámnak? Nem tudom, azt sem. A picsa szagát is. Neked kell eladni? Így van. De az a lényeg, hogy hamis papírok, az a lényeg, hogy a mínusz kifizesse, érted? Többi jó, mindegy, jó. Nem számít. Oké. Érted? Na, körbevezettem a mínuszt. Jó? Jó. Okay. Mondjad, hogy a kús nem sokára jön. Kicsit a lényeg, kérdőncsef meg. Gyere ide, mínusz fiam! Figyelj csak, most körbe foglak vezetni, gyere, de légy szíves. De mit akarsz, de nincs lapov? Hát de most megveheted, akciósan. Nagyon olcsó émegy most ez az ingatlan. Keletnyugat déli, fekvésű, a nap jobbról balra pentről lepelesült meg minden. Gyere, nézd meg itt a kertet. Gondozom kert. De ne a gombát nézed, te merjém. Mutatok én neked komoly gombát. Mert nem fog szörülni. Gyere, nézd meg itt örök panoráma van. Oda-vissza nézős platánfák mindenek játszanak. Ezek ilyen metrós székek. Így van. Ez egy nagyon drága, ez egy antik szék, még Tesco-ból van. Itt már meg tudjuk beszélni, hogy az így van. Van ilyen sárkányvirágok, minden, érted, ablakok vannak a ház oldalán, ki tudsz nézni, meg be is. Ajtók bepele és kipele is nyílnak. A vízóra egy irányba pörög, és új villanyóra is van, a régi le lett rúgva. Értesz? Ja, hát az ki lesz kötlet, aki nézd meg, kupcserép is úgy áll. Nézd meg innen, nézzél bele a kupcserépbe, pian. Látom, itt a súrlófőny minden, súrlófényt is nézhet el minden. Ez itt ez egy berendezett ingatlan ez most itt falakkal. Érted? Be van vezetve a villany, víz, minden áram. Van egy kis elmaradás, de ezt is ebből kirázodhat egy gazdag kerek. Házi állatot lehet tartani? Persze, hogy ne. Van minden. Macskajárda, békalétra, minden passzon, tudod? Benézel itt az ablakon, de azért látszik, hogy hálószoba van. Tudsz szovelni minden. Nagy recska biztos hálószoba, ahogy lepel a nyúz, becsukódik a függöny, hogy ne lásson a sok verébgeci, ahogy éppen vered a gyíkot, vágott sótány. És akkor erre eljössz, a nagy spagetti lábaiddal idáig eljössz, itt benézel, nézd meg ezt, ez egy szoba. Különböző nézetméterek, szőnyeg, minden van. Mennyezetek. Hát itt szoktam megeszteni a rózit. Hát azért mondom, itt baszhatod őtet, az a dagadt kurvát, és akkor itt az az ablak, ez vakablak, olyan, mint te vagy. Érted? Na, ez olyan. Egy nagyon különleges, 16 szögletű ablak. Ez nem vagy. 16 szöglet, te az milyen? Meg kis lakablak, csak a kisebb vagy, mint én. Ó, de egyébként a faszomba. Az alva. Jó, és akkor itt frissen lehetne izé burkolva, de nincsen. De majdnem. Lenyalogatnád a krémet onnan? Úgyhogy ezek vannak, nézzél szép. És belülről? Szőrülről? Rektel? Micsoda? Nyitom, mert van lakáskulcsom. Várjátok, most ingatlanosban vagyok. Gyere. Jó, kinyitja, és akkor vezetlek körbe. Nézd meg, itt bejössz az ajtón, egyből egy ilyen fogadás van, fogad téged ez az ajtó. Hát út, lakáskulcs, a kurva. Szembe, itt be tudsz nézni, itt nagyon jó biciklik vannak, meg mindenféle befőttet lehet itt tárolni, biztosíték tábla. Itt azért, persze, hogy ne. Van ilyen lámpa van, ilyen nagyon szép lámpa, ez nagyon egyedi egyébként, mert ez egy lámpa. És akkor itt van egy kandalló, ahol ropognak a tüzek. Meg a te derekat fog ropogni, mert eltöröm a gerincet, hogyha szemtelen vagy. Neked meg a fogszorot fog. Nézd meg, amerikai a konyha, minden játszik, nemzetközileg, tehát itt tudsz itt állni. Cigányítalak itt készületnek rendesen. Passzol, hogy de. Itt kérlek szépen, itt tudsz állni, mint passz a lakodalomban, azt nézd ki a lukon, érted? De a múzeumban. Én szerintem megveszem ezt a házat a marmorok, vedd meg, szerintem vedd meg, mert most nagyon olcsó. Lajos, mennyibe taksálják most eztet? Hát ezt berendezéssel millió, lesz. 5 millió dollár. Berendezéssel mindennel együtt. Hangszórók is fő vannak oda szögelbe. Gergely Romi válogatást tudod hallgatni. Tudom, hogy az a kedvencet. 4 millióért is odaadjuk.
beszélni vele, be lehet cseperni a koszt. Persze. Oda is lehet szarni. Probléma a klatis. Persze. Persze. Akkor ti is azonok lesztek. Jó, na, gyere, mert mutatom na. Tovább. Gyere ide, te paszverőgép. Hátul van egy mosdó. Ja, te paszverőgép. Így van, te csöves. Nem én fogok itt lakni, mit nem értesz. Jó, hát baszok, te neked kell megnézni, te vagy a bevő. Verébarcú. Lehet kiverni a nagy gitteket, lehet posni, mint a pelikán fia, mindenben. Csak rám meg is, mely hosszú a labban, míg be fogva verni az ajkéba. Hagyjad, mert mind a két lábad fa. Már szúk ilyette. Mi hosszú a lábad? Jó, itt a mosókonyha kis tárolóval, tudod, nagyon praktikusba. Érted? Ez a cigánbajdás lakás, tudod? Én megmondom neked őszintén. De ne kérdezzél, megint olyat kérdezel, ami nem rád tartozik. Megint el, ahol akarsz, nem igazolban, jó? Azzal ne foglalkozzál. Jó van. Itt a nótármérő összes CD gyűjtemény van. Balold, nézd meg itt a nótármérő összes. Halljak meg milliómos, meg minden. Hápari nőm elmondta nekem. Én át csocsesz szeretném mostanában hallgatni. Jó, itt vagy van ez a lábalámpa, tudjuk, hogy milyen perdehajlom, hogy bele tudsz guggolni. Ha én is. Igen. Értesz? Ez olyan, mint a farkam, mazsolzolinos dologban. Ilyen fekélyes vagy mi? Ilyen alakja van, meg így mennek bele a gömbök. Aha, az korolj. Be vagy tőtve? Vazalinna, minden? Én nem vagyok tőtve, 15 millivel. Azt a kurva. Túl sokan vannak itt, hello, he? Csak a Gendzsóra kellene magyarul. Figyelj csak, Gendzsó, most mondta itt a baráti társaságon, csöcsödet meg kéne mutatni, hogy be fel tudjuk mérni az erőviszonyokat. Nem, ott tényleg mutatkozna be, mivel mutat, a mutasd már meg a csöcsödet. Virítse csöcst. Hello, hát ez drága lesz. Hogy basszol a felébe. Nem drága lesz, ne játsz rá a picsádat. Mi jó? Mutasd a tejcsárdát. Hát, boldog. Komolyan neked, azt nézem, hogy minden nap új ruhát van. Hogy kinőtt, milyen szépen. Én most a városi legendák szólnak egyébként, azt mondják, hogy két ifában nincs annyi csapágygolyó, mint a te paszodban, minusz. Ez igaz? Hát csak kérdezem. Akarsz izé, kemoterápiára járni, már ennyire jó ki vagy töltözve? De mi a faszodat járni, de múltkor kopasz jól, talán most kicsit kinőtt a vajon. Hát baszik, olyan vagy, mint egy emberkettes focipálya. Kicsit csomóban ő. De én nem szerintem jól áll neki, Dik. Na most mit vagy csinálni? Nem rossz. Na, mi jó, adásvételi elő van készítve, Lajoska. Ó, az milyen mert itt a buziskodás megy el, pénz meg nem jó. Érted? Gyere, Sztoika, itt kell aláírni. Nyomjam a füledbe. Ezzel éve. Mennyit kértek ez a szóval? Riella, kösz szépen a szubot, Peti, neked is nagyon szépen kösz. Mit adok érte? Miért? Azért a szaborilar lipicai csíkolja. Tiéd. Jó, ide kell fizetni. Ja, jó. De mennyit akkor átvinni, jó? Milyen 10 millió biztos, most. Nem. Akkor mennyi 6? Legyen 6, mert jóba vagyunk, tudod. Na, adjad a 6-os. Jó, legyen 6. Nem vagyok jól matrakból. Mindig fog tiszta, ahol számolom. Bár... És akkor a házról meg tudunk állapodni? Ah, nem tudom. Na, itt vannak a papírok. Aha, átadás, jó, átvételi, minden fölírva. Akkor Sztoika minusz az... De mennyi a ház? 4 millió. 4-es. Most egy 4-esbe megyen. Jó, szegény ház, minusz. Pedig ez nagy legény lakásunk volt nekünk. Persze. Kesztül, és itt, akkor itt a tanú... Fel. Emlékszem rá, itt bastunk meg mindent. Tanú... Ez tőletek bérete a Rózi, hogy hogy került ide? Persze. Hát ez miért bérete tőlünk, hát hogy ne. Miért nem mondtátok nekem? Hát mert mit kössük az orrodra mindent? Miért nem tartozott rád? De azt van magánélet is a világban. Nem fizet, tudod? Azt el kell adni. Nagy szarba vagyunk. Joker, te vagy az egyik tanú, jó? Egyik tető tanú. Igen. Joker, Jack Napier? Nem, addig aláírom én. Igen. Majd én tudok írni. Add csak ide, kurva szállt. Hello, atyám, sziasztok, csel mindenkinek, srácok, szevasztok. Hello, és nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. A lájkot azért csak meg kéne nyomni. Én nem tudok így, én nem tudok írni. Lajos? Igen. Jó. És még én is aláírom Frank Kesztül. Uh-huh. Kastélyos Ferenc. És akkor 4 millió. Szavasz Margo. Margo, gyere csak, hogy mutassak neked valamit. Bocsánat, de beszálltam, azt rohadt kell. Na, át tudod adni? Gyere csak. Ide tudod adni a pénzt? Gyere ide ebbe a szobába. Nem menj el róla, kérdezve. Nem menj el róla. Nézd ezt a szobát. Sztojka! Ez itt a te szobád lesz. Jó, de a gyövőket kérdezve. Ez a te szobád lesz. Van gépem is, így. Margo, megvettem nektek ezt a házat.
Minusz, ki tudná takarodni ebből a szobából, vagy basszal a kurva? Nem adok kiteket kertesből. De vannak magánéletek. Erigyék ki fel a haszonba. Nem akarok beleszólni itt a nagy namurba, de előtte a pénzt azt tudjuk már, aztán meg azt sem. Jó, hát ugye vettem, Minusz, vigyétek. Igen, ide, Gyöngyö. Vagy mi a faszom, hogy Gyöngyö. Borgó. Na, itt vagyok. Szóval a barátnőben meg itt magáival akart tenni engemet. Akkor most utalja. Nekem is jól lesz a pénz. Azt mondta, hogy kiszokja belőlem a lelkedés. 95. Majd ő azt nyírszedgirisztás dementor. Nem, nekem utalja. Gyere velem, Lali. Gyere velem. Jó, nem számba szám. Gyere velem, Lali, vagy a szereges. Te ne berekedjél, mert szájon már blak, jó? De mi vagy te? Végén még magad táncolni? Ne utalt. 1995. Öreg. Igen? Egy pillanat. Vigyeljetek már, kúsolja, gyere vissza, Lali. 1095. Még ne utalt, Sztojka! Gyorsan. Most mi a faszomat kívül? Jó, mutalom a Lali. Mennyibe kerül ez a hasz? Margó, megint olyan beszélgetésedbe mensz bele, amihez nincs között, világos. Laller? Vetkezzé lepele, hagyd nézem meg a picsába. Mondom, vetkőzzél le pele, mutasd meg a picsába. De hogy vetkőzök, álljon le. Sztojka, de mondjuk neked, hogy az öregnek utald a pénzt. De orgyergen lesz a pakkipa. Öreg, de miért egy pillanatra légy, hogy kicsit hanyagold már ezt a nőt, majd utána visszatérsz rá. Itt problémák vannak. Mi van? Mi a helyzet? Sztojka, de tényleg elutaltad a pénzt a Lalinak, mikor az öregnek kellett volna? Nem utalta, hát kamuzik. Gyengyöv, gyere már beszélj. Itt van, megmutatom a bankszámlámat. Hova? Nézd meg. Felszobában. 46.000. Sztojka? Ezt mi nem ért oda? Sztojka, de tényleg elutaltad? 4 millió. Ja, nem lesz téd a ház, akkor bukod a faszomban. Ja, bukod a kecsiben. Nem nyomtam rá, most végre elfelejtettem rá. Na, elmondom mire, öreg, mi a kedvenc számod? 1214. 1214 mennyi? 14, így van. 1214-re, mert ő, Lali, nem te vagy a ház tulajdonos a kurva anyád. Így van. Elmondsz. Megkaptad, öreg? Várjál csak, mert most nézem itt a dolgokat, de nem. Itt nem érkezett még értesítés semmi. Mondom, hogy elutaltam. Te ne hazudjál, te büdös tojás. Itt van, nézd meg a telefont, itt van. Nézd meg, Joker, elutalt a tényleg? Joker, nézd meg. De nem nyomtál rá a küldésre, Sztojka? Itt van, nézd meg, ott van, hogy elküldve. Hogy tudom megnézni? Van ilyen, hogy használt autó? Tényleg? Igen. 1215? Hát, ott van, nyomja rá. 14, 1214. 1214? Itt van a telefonom, ahol kérdezik. De 1214-esre utaltad? Igen. Fogok még egyszer rányom. Azok sehol egy lada. Ott van, ma is voltak. Na, kaptam az SMS-t. Aha, és akkor ezt hogy kaptad? Kell belépnem a bankba? Hogy belássam ezt? Hm? Hát ott van a menüben, hogy bank, nem? A telefonom? Hagyj nézem csak. Kiválasztás, és akkor kérelmek talán. Aha. Vagy nem tudom. Kotlom. Most nézem itt, hogy bank. Transzakciók ránézzen. Aha. Most meg fogjuk nézni. Van lassú ez a telefon. De nekem ne ugassa. Segítsetek, ma bejöttek a munkások. Épp beszabadultak. Mennyit? Ez az nem jött itt semmi. Igen, volt kulcsom, anya. A János Ámiakat ütesül a nappaliból. Ez mi a passzol? Fegy bődesek. Üljetek a nappaliba. Tisztelettel mondom, hogy itt semmilyen utalás nem érkezett. Ez egy szélhámos. Én mondtam. Ez szélhámos ez a passzopó. Olyan bödösek vagytok, hogy... Lalikám, mutasd csak ide a telefonodat. De nálam sincs. Hát én vagyok a legtisztább. Hát itt semmilyen utalás nem érkezett. Vigye csak, Sztojka! Vissza az utalás 9-3. Várja, akkor az a baj, hogy ez ilyen flanios számló. Fölfogom itt a telefont, fölfogom itt a telefont, meg az állatot, Sztojka. 9-39. Na, nem kell nyugálni a hűtőre. Figyelj már rá, húzom a házba, a bödösekbe jöttek ide a házba. Hozzá már egy sört, ne ugassam. De ez nem mindegy, így is, nézd meg az. Hozzá már egy sört. Na, figyeljetek ide, parasztok. De itt ne lázongjatok, mert nem otthon vagytok. Tisztelettel együttek itt a fehér népekkel. Nem olyan az, de senki ne fogjátok. Menjünk inkább öregre. Te fogba popálok. Hányjatok le. Jó, köszi, sziasztok. Szevasztok, hello. Na, sziasztok, szia, anya.
Megvettem a házat, lekélsz, rendőrsz kérdjét, hogy be, hogy szeretnék. Rámzával akadunk itt házat. Ja, akkor kulcsot. Nem működik a bot? Működnie kell. Basd meg. Majd meg is van. Megmondom őszintén, hogy most... Majd később odaadom a kulcsot neki. Jó, pénzt virítsad, üljél be a Lajosra. Elmegyünk a bombba most, mondjad. Zsokernél van. Jó, jó. Nekem lőtt át a négy misit, Lalikám. Annyit kérhetek, hogy a rendőröknek ki tudjon fizetni azt ide. Na, hát az a baj, ebben a négy misiből csak 200 ezer megy, hát még 6 kilót össze kell szedni. Mi? Most adó, milyen ki 200? Adó! Le így kell van. Vonni az adót, így tudod, van. Eladtunk egy házat, hogy a személy jövedelem adók, minden, ingatlan adó, hát ez nem így megy a csikán, hát azért gondolod, hát mai világban. Egyből tisztán megmaradt, te hülye. Jézusom, hát. Jó, akkor jó. Na, nehogy már én maradjak szarba miattad. Ja, ne, nem, azért. Ja, nehogy már, így van. Nehogy már szarba sem maradjunk. Most nagyon berágtam te erre a mocskos margóra, hát. Én nem tudom, hogy honnan jöttek ezek a rohadt koboldok. Nincs. De bazza, ki vannak szemtelenetlen, mint a piacidik. Kik ezek a munkások? Nem tudom. Mert hát bejön valamelyik. Az Sztulkának az emberei. Ja. Szerelmes vagy valamelyikbe, Lajos már, vagy mi? Hát ne, nem, csak kérdeztem. Akkor mondd már, hogy miért álltál a passzod? Konyhában, amíg álltál, láttam. Gyáló passzal sétálgattál ott. Te rohadék. Én? Így van, ne hazudjál. Puposodott a izé. A drágot. Ki nézi a te passzod a mesengered? Ha? Nekem nem laptopozza senki. Mesengered. Na ide jövök, leveszem. Figyelj, akkor... Odaadom öreg neked is, neked a 200 valamennyi marad meg Laller, és akkor... Jó. Nektek is kicsit akad néha. Nem tudom, srácok, nálam minden oké. Na, gyere öreg! Megbord. Haló! Mit csinálunk itt, uraim? Mondom, van egy bugrás. Részt vettünk le, öreg, gyere már! Mi van, itt vagyok, bazd meg. És csak itt van, tessék. Aha. Köszönöm. Hát, Lalikám, az a baj, hogy jött az adó, és csak 100 000 tudok adni. Mi? Hát az előbb még 200 volt. Ha jó, de nem tudtuk, nem számítottunk az inflációkra. Haj, nem hiszem el. De ne bőgjél már, bazd meg. Köszönöm. Eredjünk a passzomba. Mert jó, az igaz. A mi részünkből egy felet letudtál, tudod? Így van. Jó, az igaz. Ja. Jó, figyeljetek, megmondom őszintén, hogy nekem... Hogy? Az autókereskedés felé kell bennem az irány. Ne nézzünk még haza, vissza. Úgy érzem. Na menjünk. Menjél, akkor menjél. Figyelj csak, Lajos, azért látod, milyen barátaid vagyunk? Várjál, már állj már meg. El... Jó, meg várjuk. Hát izé. Pont most akartam kipényezni magunkat, bazd meg. Hát vagy menjünk azt, majd jön. Hát megyünk azt majd izé, küld egy üzit, azt visszajövök érte. Na jó, de mi a pasztak zártad pedig? Véletlen volt, hát ilyen Dormé, már kösz szépen a szubat. Nagyon szépen kösz. Kösz szépen, hogy újra elértük az 5000-et. Bazd arcom magad. Szevasz, piap. Ilyen erőszakos világban élünk. Szörnyű. Szörnyű. Állj már meg, milyen kocsi volt az, nézzük már meg. Ott állt bal oldalon. Aha. Hogy mi a helyzet? Most emelték vissza. De nem, ezt itt bal oldalt, állj meg. Audi. Hogy nézem meg, te milyen ez vagy? Azért, mert van rám izé viselkedés ennek. Mi? Szárva, nem? Hát de. András, kösz szépen a szobor! Ezt nézd! Azért nagyon ügyes vagy, Joker. Azt mit fog mondani a Lali anyjának? Rákenjük a Lalira, majd... Semmiről nem... Mi nem tudunk semmiről, bazdmeg. Hát, jó, de ott a hülye sztorika el fogja mondani. Á, ez hazudik. Ha mindig hazudik. Megmondjuk, hogy személy is vén ember, bazdmeg.
egy hazug szemétláda. Mindegy, pazik, pénzünk né, vagyunk, ez a lényeg. Nézzük meg, hogy mit csinálnak. Itt menjünk be hátul, nézzük meg, hogy mi a stájsz. Nézd meg ezt a sztorikát, ha még a szar is alig jár bennedik. Öreg, gyere csak! Na? Ezek baszni fognak, nem? Mi? Ja, az öreg sztorika meg bassza a izé. A Jankót. Az a nő az azért... Az tényleg olyan, mint a szurcsepp fiam. Ha? Megbasznád őtet? Hát figyelj, benne az inkább az alkohol szint. Én inkább a kávédarálomba dugnám a passzomat. Öreg, azt mondtad, hogy egy pirát sem érdemes kihagyni, érted? Az igen, nézd már meg. Hűhá, milyen erőben hát azért vannak kivételek. Azt mondtad, hogy nincs kivétel. Mindenki hát meg kell baszni kivétel nélkül. Ez a Jankó, ez egy nagy kivétel. Be, nem jön be neked? Hát van csúnya, mint a lehet úgy meg, hogy öreg lehet, hogy rendes... kisívérted, nem kezd fel három napig. Van mamut szaga van, geci, mint egy izének. Egy vizilónak. Jó, mit foglalkozol vele? Mert te fogod a oradat, az cső. Sötétben, mint minden mint a lobat tartaná addig. Ez igaz? Mint a lobat tartaná, van szaga van neki. Jó, van egyszer meg kell baszni, azt kész. Bassza meg a kettő. Ez a sztorika, ez itt meg bassza a házba, azt itt bassza a lali anyját is. Figyelj be, csinálj már. Hú, most gyere csak gyorsan. Hát ez zárva, menjünk már ki. Van én nem kulcsom. Tudom, nincs kulcsom. A szopás. Elő tudunk bemenni, akkor menjünk elő. Gyerünk hátul. Szerintem az is zárva. Kopogjál. Jenga. Oda puttakasz! Hát milyen kíván... Fehér bőrű. Csak megírom a papírokat. Persze már. Én mentem a Sanyi köszépen a szobába. Várjál már. Megyek a barinomhoz itt. Be van zárva. Láttál valamit, öreg? Elnézést, itt basztak éppen. Bocsánat. Az anyapád túrja éppen a barátnődet, tudod? Az öreg itt engem, he? Megbaszta őtet. Mit csináltuk a szobába? Hagyj békén! Aljátok már le! Már berdecsik befele! Menjetek már ki! Te mit csinálsz? Írjuk a papírokat, nem látod? Ez csalódás! Nem hagyj békén a papóháit, megerőszakol engemet, hello! Feljelentem! Én ezt már nem bírom. Feljelentem a papi! Menjetek már ki a picsából. Kimegyek a rákba. Lehet takarodni a házamba. Öreg, mit szólsz ez? Le vagyok döbbenbe. Figyelj csak, tudod, hogy tudnánk bosszút állni? Tudod, hogy tudnánk bosszút állni? Bemegyünk a szobába, azt megbasszak. Gyere, fiam. De melyikben? Ezért én még pereskedni fogok, fel foglak jelenteni, amiért itt megerőszakozzál. Hát Moreldek, milyen döglött bocska szaga van, te gyerek. Hát nem hagytam. Nem hagyott az örök. De Rozi, neked mi nem volt ilyen szagú? Na, takarodjál innen a picsába. Érzi, mi a szart. Meg most értünk, de most elrúgtad a pöttyös minusz. Ennek itt a vége. Na, mi a dagadék megsértődő. Van egy kis probléma. Igen. Hello, hittek elő játékszereket. Mi a probléma? Ide figyeljetek, van egy kis baj. Menjetek csak be a nappaliba. De mi van veled szomorú szamurádi? Mi mit csináltok? Menjetek el a nappaliba. Menj a nappaliba. Hallod, nem hagyott engem itt a papi. Mi történt? Nem hagyott békén. Most mi a baj? Minusz, te normális vagy? Visszakéne fizeti a pénzt. Kezdete be ezt a barátomnak? Milyen pénzt? Jó, milyen pénzt? Jó, várjatok egy pillanatot. Elnézést, egy pillanat, türelmet kérnék szépen. Hallod. Ezt Lalitól kell kérni, jó? Laller. A Lallertől, mert mi adattuk a Lalinak az öreggel, azt mondtuk, hogy mivel ez az ő anyjának a háza, ezért őt illeti. Figyelj csak gyrosz kard, tedd el a gyroszos kardot, mert nem a légióban vagy. Jaj, jó lenne. Tedd el, mert szájba bassza. Mert rakjatok el, majd csak én mondom, akkor rakjatok el, de itt az a probléma, hogy az egész adásvételi. Ráthívom a légierőt, itt van a kezemben a telefon, egy gombnyomás és jön a légierő. Így van.
Le fogom vágni a felezet. Mi a kurva anyádat csinálsz, te passzopó? Hát kinek hiszed magad? Te csöves geci! Szart kiverjük belőle, te passzopó! Hát, sztojka geci! Hát, Bora Lajos! Álljatok le! Álljatok le! Mondom, hogy állj le, te büdös tojás! Te kinek hiszed magad a kardoddal? Pazd meg! Rohadj meg! Ha nincs a Misi! Rák megeszel! Jaj, bocs, Márga! Szúrd meg a Márgaut, István! Márga, ne! Márga! Márga! Az öreg miattad most nullán van! Fogom a vérzést, oké? Márga! Elállítom itt a vérzést, oké? Beálljultam a sarokban majd. Fogd meg az öreget! Ide jövök az öreghez, megfogom! Ej, csak felkelsz! Csak felkelsz, te! Tiszta vér lett a szörnyek! Álmat a lakásod, ne foglalkozz! Ej, kilúglak! Gyere csak, Lalle! Mi lakásom, Margó? Mi lakásom? Márgáu! De ha csak a bégén a fiamat! Stojka, hát! De karáuza, hát! No, de bégén! Menjél ide! Menjél! Hát mi van itt, hát? Itt megszúrtad agyádat, Lalle! Jaj, most Márgó! Ne kelj föl, tese! Tese, hey, Margó, bazd meg! Hey, hát hagyjad a barinőmet! Mi bajod van velem, he? Stojka! Na mit beszél? Fekvéd le, fekvéd le, te! Úristen, hát mi is vegyünk elő valamit, ti bántanak most, eddig meg! Mi gyere, van? Gyere, Margó! Hozd az öreket! Jó, én előveszem a cigánykést, akkor... Menjünk, cigán, menjünk innen! Befejeztétek? Képet láttad már? Visszük a kórházba, gyere! Ése. Menjünk, menjünk! Pakol össze a ruháid! Márgó, te... Itt van az öreggel! Ne gyere, gyere Márgó! Várjál! Bemaradtam! Szép jó napot kívánok! Maga? Jó napot! Szép jó napot! Hát Ricsik össze szépen! Jó, itt az öreg úr, nézze csak! Ja, jó. Lerakom önnek, jó? Nem, lehet tudni, mi történt vele? Itt van, itt van. Lehet tudni, mi történt vele, uram? Nem értem, uram, kivenné a szájából azt? Péliszt. Tehát, hogy lehet tudni, hogy mi történt vele? Ja, hogy elálljunk csak. Csávó, ez nem a szedába. Hol van? Nagyon betök. Akkor jövök szépen. Margó, nagyapád, nem érdekel oda bent? Nullában? Nem, nagyon érdekel ezek után, amit a Gyangyával mi lett. Hát igen, megerőszakolt engem. Én melyek feljelentést teszek. Nem tud viselkedni. Akkor azt mondta, hogy cukros. Jó, én hívom a rendőröket is, amúgy csak... Igen, igen, intulink kell neki. Akkor érjük az úrhoz szépen, átere fordítom az úrhoz. Szegény vigyél az. Egy inzulin, ez a szegény érzében a térben. Ez mi volt ez az inzulin, a kézzel-vizében érző? Ahogy kell, a jobb zombiába. Kettő, egy. Nagyon szép az inzulin. El van hajolva, srác lehet egy kicsit. De semmi baj nincs ezzel, nem tudom, mi vagytok ilyenek. Lefingál a köreg, az felkelsz. Én elmentem, mert én még nem szeretnék megfélelni. Felsegítem az új embert. Jó vagy, öreg? Csillagokat látsz? Ugyejtek már, Stojkahoz menjetek már, mert tudjátok, foglalkozzam egy kicsit, nem? Jézusom, tiszteletem példakör. Ne foglalkozzál vele, halóka! Tiszteletem, köszönöm, hogy meggyógyított. Vigyelj csak ide! Köszönöm, hogy meggyógyított engemet. Kérem, hát bármikor. Nagyon szép bírti maga. Köszönöm először is. Nagyon hálás vagyok most én magának. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon ügyes. És nagyon köszönöm. Vigyelj csak ide, itt a barátom már jelezte, hogy ő... hogy ő szimpatikus neki maga. Hát én. Így van. Azt mondta, hogy ilyen orrot még sose látott, mert ilyen kis ormányos maga. Itt ez a barátom, lássa ezt a trikósát? Azt én a másik trikós, az ott az a derekán van egy ing, azt mondta, hogy kiszopná az orrából a gempát magának. Azt hát mondta, elég kevény orr, hogy nézzem. Ilyen ormótlan viselkedések ezek. Mi? Ez az ortúr. Nem itt maga, van? Nem orosházai lakos? De, orosházi. Maga orosházi? Dehogyis. Te? Nem, dehogyis. Akkor... Nem vagy a...
Maga orosz? Ez az orákulum, bazd meg. Ó, nagy szentséges orákulum. Orbitális ez az egész helyzet. Ebben az ormótlan világban. Hát most ebben jól beütöttem az orromat. Nem akkor... tudja, hogy hány orra van? Orsövény ferdülés? Hány orra van például? Remélem, hogy nem fog megorrolni rám ezért, hogy megkérdezem, de maga hány éves. Így van, semmi orrolás. Én helyes vagyok. Ha most miért? Kicseri Borsó, kösz szépen. Jól beütöttem az orromat, vagy ezt nem kellett volna ide. Az ortopédián voltam egyébként, és azt mondták, hogy, hogy orbitális terpesztése van nekem. Ebben a... Ordít, már ide hallom. Így van, ordít. Nagyon, így de van kicsi, egyébként. Kicsoda ordít. A különbség, ami, ami oda-vissza néz, hogyha valaki orvadász egyébként, az csúnya dolog, az orvadászat. Így van. Mit hát gondolom erről különben? Még jó, hogy a mentésről ide jött hamar, vagy különben mehettünk volna egy halott itt orra. Ugye, nem halott tudom, hogy szeretem a... Nekem nagy kedvencem a bor. Mostanában. Uh-huh. Maga borozik? Főleg. Borozok. Borozok. Csak kérdezem. Nekem a kedvenc egyik Marvel színészem a Little Grass, kösz szépen. A Thor. Tényleg? Oda bent bekapcsoltad arra a gyárt Thor. Nincs egy orbitrágója magának, főnök. Hát az baj, hogy én inkább ilyen szájvizet használok. Szájvizet? De... Nem van mentős autó van, néha. Kimegy esetekhez. Ha látok, ami szép nőt. Én egy rágót, Fodor mentásom. Jó, figyelj csak ide, nagyon hálás vagyok magának ezért a segítségért. De egy kicsit a barátom itt megorvolt a másik barátomra. Hát ő szerült. Nem tudom, hogy maga ilyen... Miért nem lepődök meg, hogy maga ilyen találkozik a pszichiáter? Jó napot! Ti szeretem. Én is vagyom a helyszínt. Leesett az úrnak a vércukra. Lóndács, kösz a 2005-öt, nagyon szépen kösz. Hát akkor... Meg akik a házban vannak. Köszönjük, hogy dobtam a segítséget. Aha, ők. Azért hívtam ki magukat. Tudok segíteni valamivel az nem, köszönjük szépen. Van egy konvektor utalványom egyébként, mert én épületgépész vagyok. Szeretném, hogyha magának 10%-os kedvezményt tud vásárolni. Mit szólnál? Hát de elfogadja ezt? Nem, hogy elfogadom, de ez remélem nem olyan, mint a Black Friday 10%-a fel. Nem. Magának le fogják venni az árakat. El akartok menni egyszer Mordorba? Nem szeretnék, tudod miért nem? Mert én egyszer láttam... Nem vagyok, mint egy oroszlán, tudod? Ezt azért nem megyek oda. Tudjátok, hogy... Nem, mit fogok holnap venni? Igen. Periféria, urak, inkább... Megvan? Oké, csak az, hogy miért hívták ki a rendőrséget? Ki hívta? Hát ő hívta ki, mert hogy oda bent verekedés tört ki. Én semmilyen rendőrséget nem hívtam. Jó napot. Nem, te voltál. Én is de te voltál. Én csak kijelentést tettem. Nem hívtam, én rendőr. Kijelentette valamit. Miért hazudsz? A telefonom is le van merülve. Ja, Kastélyos Peri, ne hazudjál. Hogy tudtam volna hívni? Elnézést, Mr. Zero. Egy pillanatra félre tudja jönni? Persze. Mert szeretnék magával beszélni négy szem között. Hát nekem figyelj, csak egy szemem van, szóval három szem köz lesz, de mondja. Figyelj csak ide. Megmondom magának őszintén, hogy itt egy ingatlanos csalás áldozatai vagyunk. Itt eladásra került, egy piktív eladás történt. És a Kastélyos Ferenc csinált ezt az egészet. Hát Kastélyos Ferivel már megint probléma lesz ezek szerint. Így van, tehát szeretném, hogy csak ő kérdezni, hogy milyen ingatlan eladás volt, meg ilyesmi. Mert itt egy ilyen dolgok. Ezt a férfit baszták át. Gyere ide, mindössze. Állott vagy okay, mert minden mester tolvogytad. Parancsol. Van itt a édermestert. Na, fejezzük be a szemtelenséget, ez igaz, jó? Mert édermester vagy van? Ki lesz egyenesítve a derekaugat? Ki lesz csúfa, hogy maga a Pumukli? Nem tudom, mert érti a poént? Itt a na jó, van az a baj, hogy téged nem lett komolyan van, szóval menjél fodrászhoz, és akkor te legyél vissza, jó? Én menjek fodrászhoz, nézd már, ez a madárpészek ott a feje tetején, az mi az? Ez most jött ki neki, ne bántsa. Egyébként azt is mondta magára, hogy... Beleköltözik a galamb. Abba be nem csak a tetű költözik bele, meg a bolha. Hát az szerintem már benne van, meg a bóha is. Na, szóval köszönöm, hogy meghallgatok. És azt mondta magára, hogy Ron Weasley. Ron Weasley, merre vagy? Ez aztán több, mint sértő. Elnézést kérek, zero, minusz, plusz, minusz, kapitány. Mert is a régit oda akarja adni neked, mire csak? Mi bajod van ma? Gyere már, Margo. Igen? Szólja barátnak, hogy... Figyelj csak, gyere.
Uram, maga legyen szíves velem jönni. Most bejelentést teszek, én nem megyek sehova. Úgy hallottam, uram, hogy maga illegálisan próbál ingatlanokat eladni. Margó, dehogy is. Tudom, hogy ez egy hűtlen kurva. Várjanak, de erre bizonyítékot is kaptunk. Várjanak, aztán jövök vissza, addig írják fel a néni beszél. Az mindegy. Ja. Legyen szíves átadni az ingatlan. Ti mi a passzomat csináltok itt? Há? Pápa beszélni akar vele meg a Zsenzsóval. Vigyel csak ide! Szomorítson meg a jóisten azt a nagy karva jórodat. Te megint ment nyelveszi a Lajosra neked, há? Hát a Lajos... Hogy csőröztél? Igen. Ha? Nem szégyellette magadat? Így elkötelező, megszöktettelek én tégedet? Na mi van? Azt ez így viselkedett? Na mi van, hát nem akar velünk beszélni. Jól csak belebújtam a pohárba, hogy körülnéztem, itt vagyok. No ide figyeljétek, fagyul lesz a bosszó. Ja. Nem gyereknek azt mondod, hogy én megerőszakoltam. Hát te megerőszakoltál, hát halló, hát mit képzelsz te magadról? Látod ott azokat a cigányokat? Bencek össze a szubat. Na mi van? Ez összes cigány, mindegy, hogy nekik csak. Persze már. Még itt hamis tartozást is magasztanak. Hát a tartozást. Olyan hülye vagy, mint két másik. A tartozás attól fennáll, hogy az anyukád kifizette maga után az óvadékot. Mert az nem rád vonatkozott, hanem az anyukádra, mert nem jött el a tárgyalásra, érted? De most mondjad a biztos úrnak, hogy miért adtad el a házat, hamis személy iratokkal, kiadva magadat ingatlan tulajnak. Mert a uram, börtönbe akar menni. Troy Harpernek adja magát a Joker, megfenyegetett, hogyha nem adom el, akkor nagyon nagy baj lesz. Tudom, hogy hazamentél, drága testvére. És alá is írták mind a ketten az adásvételi szerződést, és a pénz a Troy Harpernek a számlájára jött. Meg tudják nézni az előzményeket. Mi van, Rogokli? Ez még mindig nem tiszta nekem, akkor most ezek szerint magát megfenyegették, hogy adja el illegálisan ezt a házat. Pontosan. Én nem akartam eladni, hát édesanyámnak a háza. Eredje ide, Margó, a szájombágla. Mert egy hűtlen dementor vagy. Elnézést, itt volt velük a Stoikaminus úr, és ő a tanúja volt annak, hogy mi egyáltalán nem fenyegettük meg. Olyan bátran mondta, hogy ide utald a pénzt, így volt Stoika, vagy nem így volt? Most komolyan? Igen, így volt. Hát ő ott kérte a pénzt, hogy neki utaljuk át. Így van. De a Joker... Azt nem kell hallani, hogy bosszúbb meg tudják nézni. Mi folyik itt, kollégák? Valami fontos infó, legalább van szó legalább. Így van, kérdés. Panda, köszi 9 szó napot. Bűnözőről ott. Ez ki a faszó? Tiszteltem, Red Jacob vagyok. Hadnagy, illetve hadbíró személyesen. Ezt az úriembert már egyszer-kétszer úgy foglalkoztam vele elég rendesen. Hát most uram, megint probléma van vele, mert illegális ingatlan eladásban van. Ez nem igaz. Uram, de igaz, én úgy emlékszek, arról beszéltünk, hogy a lakáspapja. A Rombizli azt mondta, hogy látta ezt az egész eseményt, elmondtam neki mindent. Van erről valakinek valami bizonyíték, hogy azt Zero a házat nagy, nem Romvis. Én láttam. Na hát, én is láttam sok mindent. Olivier, kösz szépen a szoba. Én javasolnám itt az úrnak az ismételt kihallgatását. Hát, az a baj, hogy kénytelen leszek alátámasztani. És úgy, mivel eddig mi nem fizettek be semmi tartozást, ami az önnél. Most akarok befizetni. És miből akarok befizetni? Hogy lehet hirtelen ilyen gyorsan pénzzel? Figyelj csak, Genzsó. Hát gondolom, eladta az ingatlan. Raptor picsádat, figyelj ide. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy... Gyakorlom, nagyon finom volt a kókuszgolyó. Gyere csak egy szíves arrébb. Amit kapott a bíróságon. Gyere, Genzsó, pia. Elnézést, nem erre van Cserike néninek a fazlátszalonja? Nem. Egyenesen utána balra, utána jobbra, és ott tesz. Én átérzem a fájdalmadat, tanúskodok az ügyedbe. Fő kell jelenteni a mínusz. Értesz? Én már megtettem itt a szükséges lépéseket, már itt az úriemberek elkezdték írni a papírt. Már itt a Rozi néni is tanúskodik, meg akkor itt ön is. Elnézést! Lesz valami. Kis kutyám vagy! Jézusom, van ez a Máté Szalka Yeti, hát! A Máté Szalka Yeti! Kérem szépen!
normális a keze. Nézzük a fodrásztalon kerestem. Hát én meg elővettem itt a cigánkést. Figyelj csak, föl kell jelentenem ezt. Várjál csak, hozok egy izét. Elnézést, rombizli kapitány. Bundás lettem, fiam. Nem érted? Uram, hello. Úristen, hát mit történik itt? Elnézést, rendőr úr, figyelj meg. Így van. Sikeresen a jelentési papírokat. Ezt föl kell jelenteni azt a izét. Itt az úriember is. Láttam mindent, erőszak volt. Így van. Megerőszakolta a Minusz, ez a koporsos, semmilyen erőszak tevő, bizonyítani zaklató dementor. Így van, aláírás szeretnék kérni, hogy tanúsítani. Én alá is írok mindent, így van, a bűnösök bűnhödjenek, így van, alá is írtam. Látlak! El kell szállítani a Minuszt. Jó, akkor itt elveszem a tollat, aláírom a kommentumot. A Rozi nénivel is írja alá, a Rozan nénivel is ott van, akik bárnak. Állj, ne meneküljél, ne meneküljél, Minusz! Ne meneküljél! Kérem szépen, hogy a magával a szemben, ott. Most már... Tiszteletem, egy aláírás szeretnék kérni. Ne meneküljél, mert... Írom, írom, most beszokod a fasz. Okay. Szemtelenségedé? Jó, rendben van. Benni, kösz az ezres, nagyon szépen köz Gyula, kösz szépen a Tier 2! Figyelj, ma a büdös! Következő a helyzet, vagy nem fizette be a... Amúgy... Az ön részéről a tartozásokat se nekünk, se egy úriember. Illetve nem dolgoztál a kötelező munkát. Ja, azt mondta, hogy megfenyeget engem, és a cigányok itt tebbálnak velem, azt mondta. Szeretnék itt az úrtól kérni egy teljes nevet. A Margó is hallotta, hogy megfenyeget engem. Nem igaz, ez Tojka Minusz a neve neki. Nem igaz, bocsánat, nincs Tojka Minusz. Akkor egy hivatalos személyigazolvány. Így van, hivatalos személyigazolvány, Tojka Minusz. Kendil a vörném volt, és felégette. Hát én ezért szeretnék feljelentést törni. Nem tudom, ha elégetik, akkor be kell menni szóra, hogy elhagytad, az kérsz egy újat nevezet, majd félre hatóságokat. Milyen gifeket? Hát hogyne, már értesített valakit, ha? Szia! Fenyegetett engem, megerőzött meg a hülyetben a csatívot! Kérdezel, hogyha beszubolsz a csatira, akkor nyerhet el teljes összöket, meg minden lófaszt, hogy te neked meg subscribers tiertőt, te ne érvényes ez igazából az a baj, hogy már feladtam a bejelentést. A streamen fogjuk kihozni a kettő darab bélsőtőt, emberek csomagokat, szükszpakkot, meg mindenfélét. Na, hát hallja, ha itt fenyeget össze-vissza. Így van. Kollégák itt fenyegetnek engem, itt a háznál. Engem is. Vegye okiratba, he. Vegye okiratba. Jó, rendben, jönnek is a kollégáim vissza. Fenyegetnek össze-vissza, he. Egyedül ma nincs faszod, mi? Egybe hívod a segítséget. Gány volt. Fenyegettek a cigányokkal, he. Mit cigarikodsz? Jó, rendben van itt akkor az úrnak. Itt mindjárt hozok egy új lenyomott olvasót, ha visszaérnek a kollégá. És akkor... Itt iPhone, új telefon, lapok. Na mi van? Mit siránkoztok itt? Én nem, csak arrébb jöttem, mert kiabál mindenki. Jó, van, és akkor mi van? Mind a kettő hazudik. Ilyen szenzitív vagy a hangokra, vagy mi? Nem idegesít. Aha. Sose hallok senkit normálisan, mindig aha. Csak kiabálni. És a pofán basznak, akkor mi lesz? Nem, most miért a pofán baszni, Dén? Mit meg te ilyen pinnyás, hogy idegesít meg ilyenek? Kinek hiszettem magam? Miért téged nem idegesít, hogy 26 ember egyszerre kiabál? Margó! Igen, adjál neki egy pofon! Jó, el kell menni a mosdóból. Mondom, hogy adjál neki egy pofon, mert szájon váglak. Adjuk egy kén a pofát. Jen-Jo-nak adnék egy pofon, te ma. Papával jó, itt az úrtól kérni kéne egy személyigazolványt, vagyis is le kéne olvasni a rendszerbe. Mennek a lakásomba. Ez hát már miért? Nem a te lakásod. A fiad eladta. Tiéd a fűr, várjál, létegesen menjünk, mert itt meglepetés érjön. Most mi történik itt? Nem, bocsánat, uraim. Jaj, sziasztok. Az úrtól el szeretnénk kérni a személyigazolványt, csak nincsen magánál. Én meg magánál vagyok. Na maga az úrgyá. Menj már ki a szalagottan, vakat összkevett. Bence, kösz a kettőt pelet. Süt a nap. Fázsak a fejem, ha. A sapka nem lett volna rá, jó? Emerkák összeszubot.
Én hogy mind a hárma, ha összeraklak titeket, akkor tényleg gusztustalanul néztek ki. Most hát egyébként is. Vagy különben, nézzük a minusz, itt szarik el. Szomorodjon ki, hogy a szar ragadjon bele. Azt kibáltam. Adik, ezt mit csinálod a bent? Hát szarik. Mit? Ott szarik. Mi van, sztojka? Ha, szobd le magad. Most nem tudok képet láttad mározni, mert... Láttad be? Láttad be? Láttad be? Láttad be? Elnézést, bíró úr, a sztojka már... A sztojka kamuszarik. Be kell vinni, mert Isten a személy, uraim. Eljárás kell indítani. Elő kell állítani. Nincs más. Sztojkát be kell vinni. Rendben, itt fölírom. Hogy hívják még egyszer, bocsánat? Jó, menj már, menjen már ki. Itt a hölgyet. Mindjárt befejezem, kitérdem és írom. Na, itt fog rezműves Jennifer. Jó. Rendben, fel is írom. Megeszi biztos. Igen, kell egy perc és végzek. Jó, digit várj az a hölgyet. Igen, így van. Na jó. Jó, rendben van, akkor ezt fölviszem a tabletembe is. Niki, kösz szépen! Köszönöm, Móri. Ismét a szóval. Micsoda? Mi történik? El kell kapni, szolgálatba helyezem magam. Elkapjuk. Sziréna, bekapcs. Merre menj? Uram, menjen már Uraim. Ne itt kéregessen, jó? Ezt a sok pancsert. Már bazd meg a faszom eldurom már tőlük, de tényleg. Kimászott az ablakon. Hol a geci bement? Láttad abból? Hát az sem meg. De mi a faszom van ezzel az autóval is, há? Hát nem is siessé, hova? Már nem siessé. Hova sietsz? Állj csak a nőm. Balassod? Hát, Barát már manózott, aztán nem jön vissza. Ösmerted őket? Nem, trükköst akartam, tudod. Ja. Vanessa, kösz szépen a szombati Ricsi, neked is nagyon szépen kösz a 9 hónapot. Nagyon szépen kösz mindenkinek, srácok. Nagyon... Nagyon rendi bendik vettek. Követtek minket. Jézusom, normális maga? Elnézést, uram! Normális vagy, bazd meg? Jó van! Testvérem, jó vagy? Mindegy, he. Azért nézzük már, mert mi van nála. Megnézem el, jó? Jó vagy, fia? Megnézem a púzusodat a zsebben keresztül, jó? Elnézést, jó napot! Álljanak félre! Jó napot! Baleset történt. Jó napot! Így van, a fiatalember oldalba vágta a motorkerékpárra. Itt a motorkerékpárra? Ez eldobta a kadalat. Igen. Szebben a forgalommal 3000-rel. Ott van az a lambóst. Látja azt a lambóst ott fent? Mindegy, már elment. Na az kivágta elé a kormányt, ez meg bal felcsatszott ide. De most ezt ki fogja megfizetni? Nem, mi jó vagyunk, de itt a fiatal ember beszobelt. Az megnézte, szonyókán. Hogy... Hát meg akartam nézni a púzusát, de hát nem tudtam megnézni sajnos, most megnézem meg. Na most megpróbálom itt egy pillanatra, hogy... Nem érzem a púzusát? Kikalapálom itt ezt az autót, mert ez már katasztrófa. Anya, hogy van? Aha, bár egy picit Joker, mert alápekszek, most megnézem, hogy mi a helyzet. Bár egy picit. Menjünk, kaptunk egy SMS-t. Kaptunk egy nyomjad. Aha. Menjünk, menjünk. De kivezett, hát nem üdött meg. Szerintem ez kaszkadőr volt ez a motoros csávó, mi? Azt nagyon keményen verte a... Merjem a szájában, a nagy mikrofon fejében voltál-e valami? Nem, semmi. Egye ki a paszt. Semmi? A kurva anyja. Nem, kell egy jó motor, hát. Azon gondolkodtam, de bazdik az a baj, hogy belekap a hajamba a szél azt. Szemszeressem annyira. Nem is értem az ilyen embereket, a faszért vezettek motort. Ja, csöves geci, kurva gyárdat. Ott dögöljön meg, ahol van az ilyen ember. Szégyen. Problema vagy? Na jó. Na, hova menjünk? Visszanézzük, mert ezek valami infót kaptak. Helyzet. Hát, ja. De szar motor, hát. Mi a faszom, én nem tudok menni, hát? Ó, mintha nem váltana a kocsi. Hát mert megmondta, nem a sztolyka is. Hogy? Kap a rendjesbe. Lehet.
Addig a cirkuszi bohócok. Jó napot, jó viszlát, napot. Viszlát, viszlát. Vara, ezeket komolyan mondom, Dick. Autószalomba nem megyünk. Figyelj már, de az autószalomban van egy kocsi, amit nem akarok venni. Hát akkor elnézhetünk meg. De nem tudom, hogy lehet-e kapni. De nagy 1002-es ladákat. Megnézzük. Szevasztok, fiaim, mi a helyzet? Szevasztok, hát? Mi zúban? Hol voltatok, hát? Tehát szólalj meg, te csöves geci, mert hozzád beszélek. Au, hát bocsánat, el van bújtam. Normális vagy? Mi a helyzet? Minden jó? Menjünk autókerbe, jöttök? Hát, itt voltam, mínusz, elszökött, elvitte ezt a... libát. Jaj, a Jennifer-t, akit kurogat? Amúgy mit szólsz hozzá, hogy megbaszta, az téged is baszogat, ha? Hát most már nem fog engem baszogatni. Jaj, hányszor, ha... Mutkolt makarózott, azt mondta, hogy ki van rügyezve a fasza, mint egy toboz. Hát, van rücskös. Azt mondta, tőle sokt el. Csalódtam a Jenjába. Hát jó, mert te meg meddig szomorkodsz itt, hát? Én ma 6000 éves most, ilyet csinálom. Jó, hát mindenkinek kell egy kis passz. Tudod, amikor nincsenek határok. Na. Mit vagy féltékeny? Nem vagyok féltékeny. Hát dehogy nem, hát azért görbülne fel a szám. Jó, hát tedd magad takarékra, ez legyen a legnagyobb csalódás. Azt kívánom. Jó, Margó, akkor mondd el, hogy te Lajossal, te most ilyen érzelmekkel vagytok? Hogy vagytok ti? Érzelmekkel? Hát igen, szerelemmel, meg ilyen, mert mindig smároltuk, hogy a jóisten nagyon szarba taranak, fúj a fejedre. Mivel smárolok? Te Lajossal, Dick, süket vagy? Ja. Hát most kicsit rossz a fülem, mert be van dugulva. De... Hát a Lajos, az a Lajos. Aló, kösz szépen, megvan de még, igen. És nagyon örültem neki. De most te nyíltan válaszoljál. Ne egy mellé beszéljél. Bocsán. Érted? Őszintén kell megnyilatkozni. Hát a Lajos bírom amúgy. Bekapnád neki? Kis passzát? Hát... Most mondd meg akkor. Még elgondolkozok rajta, tudod? Krisztián, köszön 8 hónapot. Harci Kakas, köszön 5 eurót. Egyébként a Studio Tour videóban benne öreg, van. Akkor most autókerbe megkeressük a minusz? Hát nem tudom, menjünk az autókerbe, mert... Kirésztem már valamit, tudod, mert most pénz állt a házhoz, tudod. Persze. Aztán kicsit költedik el belőle. Boldogsági. Kiéhessük a izét. Birtoklási vágyokat. Pénzt azt el kell most gyorsan baszni. Persze. Éha. Az igen. Nem tudom, hogy van eloda. Ez normális vagy? Te meg, hát hogy az? Bazd meg, hát megint... Normális vagy? Jó van, uram? Nem mész be parkolni, hát. Jó van, pőnök? Mit csinálsz? Hát mi az, hogy mit? Hogy teszed ki ezt a szarskodát óra? Hát bazdok, nem látod, hogy rokkal parkolom állsz? Mi az, hogy teszem ki, normálisan beálltam, fasz gyerek? Figyelj csak, ne idegeskedjél, mert árt a szépségednek. Jaj, nem szabad dühös. Ki mondta, hogy tegeződhetsz? Ezt a Margó jól mondja. És hogy beszélsz egy nővel? Margó, adj neki egy taslit. Megtanuljad a helyzet. Előveszem egy tenyzéte, elkapom. Na jó, de nem kell egybe kardozni, állj már le. Bocs, mi a paszt képzelsz magadról? Öreg, he! A vér hagy téged. Mi van? Öreg, he! Azt hiszem. Az igen. Kiskezi csókolom. Jó napot, jó napot. Szemedteket leveszitek róla, basszam ki. Hát. Na, ki vagy? Kinyomjam a szemed szemüvegen keresztül, vagy mi? Szevasz, fiam. Megint tegeződünk. Mi a helyzet lególan? Na figyelj, csak Legó, tedd magad takarékra, nem kell egy terülszakos. Tisztas urak, jó, hogy itt van. Tiszteletem, mi pillanat, a jó Isten megáldja. Egy tíz után az jó napot, tiszteletem. Jó napot kívánok, uram. Tíz után, hát itt szét akarják baszni szemmel a gágyimat. Basszal is meg fogjuk baszni. Úgy megbaszom, miért hány egy hétig, pia? Ezt már megmondom. Ja, itt kelti a fesztivál. Meg lett baszva a gágyi. Hát ilyen pancsarokkal ne is tessen szóba állni, hogy szokjam ki a picsáját magának, kezi csókolom. Menjen majd ne a búzsbának, bajodjon. Margó! Nem menni készültem. Hölgyem! Nem hogy akarok beleszólni, ez is biztos ura. De emlékszik a Frank a szőr, aki elszakad? Igen, igen. Óvatosan kell kimenni, ott van egy fosztán. Hogy kell... Kollégák itt van. Ja, a kategória. Ott van a Frank Castle, a... Mondod a ladám. Van 1002-es, tudjátok? Valaki tudja? Kapjuk el.
Nincsen. Motor rá biztos nincs. Itt lehet. Kérdezz, mennyi egy óra? Semmilyen óra csöves. Jó, menjünk beszélni. Nincs semmilyen óra csöves. Alul kösz a 400-at. Igen, a raktárban egy polc tetején van egyébként. Tehát, hogy megvan még. Most nem tudom, hogy ez nekem beszél, de nem tudok most erre reagálni, bazeme. Hallasz? De hozzám beszélsz, te faszopó. Ha, pusztulj már innen, mert a szart kiverem belőle. Te beréb arcú. Tolókocsit nincs eladó hely. Hát akkor az anyádnak nézem pedig. Épés az 1002-es Lada. Ne őrítsetek már meg. Szia! Bazik, nagy kamarók, minden. De füst. Ilyen nagy luxus verdák, ki a gecinek kell ember? Csak az alja, csak a csöves. Ez a mergas rossz egyébként. Ez se rossz. 3,5 millió? Az jó, hogy lehet kapni. Márgau. Márgau. Hát egyébként az a merga volt a legjobb. Én nem mondom nektek őszintén. Nem az a kurva drága. Öreg, figyelj csak! Igen. Akkor ott az a kocsi, üljetek be, a hölgy az mond neked majd valamit, jó? Én nekem? Na neked, ott van a kis jugókat. Te se csak jönni kis kezdve. Csak okosan, okosan tudja, mondjál neki nyugodtan. Jöjjön, foglal jó helyet, kezi csokolom. Ezért még megfizettek, buzik. Én megmondom magának ekkora viking nőszeméllyel. Várjál, nyitom, nem az, hölgyem, nem az, ez lesz az. Ekkora viking nőszemély nem pér bele ebbe az asztalába. Most öreg. Hát nem jó, még mindig hát. Mit akarsz maga? Te normális vagy, te beréb? Nem szigyelette magad? Elnézést. Szabad egy belnézést. Értek már, gyorsan baj van. Kit érdekel most? Nagyobb baj van. Gyerünk, Margó. Normális vagy, bocs meg. Na most megy. Kiállok így, most nézzétek meg. Öreg, gyere. Motor eladó? Gyere csak. Csak mutassam, jó pénzik van. Hát egy picit. Elviszelek körre, motorral? Kormányon ülhetek? Kiskezű csókolom. Hát figyelj csak szarja. De mit csinál a sokodával? Miért dodzsam ezik a kocsimnak? Picit arra megyünk, mert tudod, hogy a hamzabar. Hát épp, hogy beálltam. Jaj. Elnézést, eltakarod a büdös picsába? Bocsánat. Jaj. A kurva anyádba. Hát ezek hihetetlenek, mindenhol ott van. Na tessen csak mondani, mi újság van? Kiskezű csókolom. Hát. Kis paszkál magának, vagy mi? Tessen már mond. Úristen! Jézusom, maga nagy hús ebből. Hát az a nevem is. Karnyelő Kármen. Azt a büdös nádvágó szent kurveget. Én mindig támogatom a tehetségeket, én megmondom őszintén. De most is helyes. Úgy gondolom, hogy a fiatal tehetségeket támogatom. Szóval lehúzom a slicemet, azt tessen már ide nézni, hogy kiugrik egy nagy fasz. Úristen! Tetszik látni? Már most... Lehet palatozni. Azt a tessen már mondani, hogy mitől nőtt maga ekkorára, kezi csókolom. Ha? A zsiráfok voltak a szüleim. Úristen, akkor a pinája lehet magának, mint egy betonkeverő, mi? Hát nem, hű. Nem, megmutatom, szálljon ki. Hát most itt ülve tessen megmutatja a kis büdösset. Ha? Na jó, akkor szétcsap. Jézusom, hát az rendes csipeget a földről, dik. Azt a kurva egget. Csak kicsi. Hát rendes kicsi. Csőre van annak a rohadéktak. Jézusom! Na azt hát tessen csak mondani? Fel lehet nyúlni. Én pőnyúlok magának, leszakítom a méhit, paszvád. Oh, én igen. Megígérem magának. Oh. Érti?
Na, figyelj csak ide. Elnézést, mi a passzomat keresel itt? Nem látod, hogy mi van? Nem látod, hogy izé van? Erotikák vannak? Milyen el... Búcsús ruha. Hát, te akarod gyárni ide, mert kiszállok a szart, kiverem belőled. Te joggingos buzi vezér. Na, hát most nézze meg, kisasszonság. Látod már? Kezébe szívnek, folyamatosan fézi emeléket néznek. Csak ráhajolni a kolbászra, most azon. Látod? Hopp. Látod, folyamatosan nőket fézi. Köpködje meg a végig. Te mit csinálsz itt, Minusz? Ezért voltam, hogy... Ha? Mi a probléma? Hát soha nem láttam. Én nem becigányok, hanem barátkozok, kezű csókolok. Én csak ilyen izé vagyok, ilyen fehér pérfű, tudja? Menjünk fel valami, medencés. A medence, az kell, hogy milyen medence, nem bulik el. Itt egyből hús a húsba. Nincs idő, mert öreg vagyok. Ilyen izé fasságokra. Jó, ez igaz. Kőkemény baszás azonnal. Így van. Így van. Most ne tessék megharagudni. De most hítak, hogy izé, ellik a majmom. De azért megmondom, megjegyeztem magát. Úgy kinyalom magát, mint hülye gyerek a tejbegüzes tányért. 5 centis leszoptam fel a nődnek a csecsit. 3 golya család megül rajta. Hallod, legó fejű? Csak azért tudja, hogy mi a helyzet. Elkaptuk az elkövetőt, tisztelt. Tiszteletem, uraim. Van egy olyan sajnálatos hírünk, hogy... Igen? Kasszul elvesztettük. Zsebkendőmet szívott anyám érte. Annak a... Hát de... igen. Ja? Szitát akar belőlem csinálni, uram, aztán... Hmm. Jó, hát én nagyon szomorú vagyok, mert az ingatlan csalása megkárosított anyagilag. Mentálisan össze vagyok szakadva. Pszichésen is meg vagyok rogyva, minden a teljes zacskó. Össze vagyok, meg vagyok nyomorítva, nem mondom magának. Le vagyok nyomorítva a faszomba. Sajnos ez a Frank úri ember most már megtapasztalta azt, hogy nem kéne mindig fegyvert rántani két rendőrre. Azt a kurva. Na jó, aztán van. Rálőtt a lábamra, én meg kiiktattam. Jézusom. Ez pontosan így volt. Meghalt, de túlélte? Hát szerintem túl már nem élte, meghalt. Úristen, ne mondjanak már ilyeneket, mert összeszarom magam az idegtől. Hát uram, akkor úgy mondom, Jézusom. Hogy eltávozott az angyalokák közé. De ez nem távozik, az csak ugyan. Ez hát, olyan, mint a szaracipőn. Ott van ja, az mindig. Ja, mindig, mi? Így van. Ott marad, ahol nem kéne. Így igaz, így igaz. Köszönjük szépen a munkájukat, én mindig tudtam, hogy őriznek és védenek. Meg ilyesmi. Mi mindig. Nagyon hálásan gratulálok. És boldog jó étvágyat. Köszönöm. Mi is köszönjük. Viszontlátásra. Viszlát, kisasszonság. Viszlát. Ja, puci. Nagyon jó voltál ahhoz képest, hogy ilyen... Még meg se tapasztaltad itt az igazi baráspálcát, érted? Troy, jöjjön egy pillanatra, jó? Majd lesz itt nagy Harry Potterezés. Troy Harper uram, jöjjön egy picit, jó? Jó rendben. Hát a kedves Frank Castle úriember a... Eldobta a kanalat. Már felhők felett nézve magukra. Na. Francba üssek ő, hát most na, van ez így. Néha emberek jönnek, mennek. Aztán ki kellett itt a... Nézzétek. Köszönöm. Azért beszártak. Mi csinál? Úristen, a Lali. Foglalj, szia, szegény Lajos. Viszlát, uraim, viszlát. Viszlát. Aj, a Lali meghalt, úristen, mennyi az, mert nagyon sírnom kell. Menjél, faszom bele, menjél innen, érted? Mihály, öreg, állj meg. Igen. Ez a csávó volt, aki beszólt az elején. Már nem bántsod, mert levágta az ideg, bazag, az kiőszül ott, érted? Ül ott, az kiőszül a csávó. Azért nem akartam megállni. Kicsit ezek jelpöcköd, csak köszönj csak a sarskodát, érted? Elsírja magát, bazd meg. Érted? Ne bántsod már szegény. Jó gonosz férfi vagy, Joker. Ne haragudj. Érted? Amúgy, hogy tetszett az ajándékom. Karnyelő ez ki volt ez egyébként, tehát? Nem tudom, itt találtam, gondoltam, tízébe van, nagy pina volt alatta, mint egy Wailing. Úgyhogy tudsz szólni legközelebb, hogy van egy kis sziasztát. Nem volt rossz, nem mondom őszintén, de mondom, akkora volt a pinája neki, mint egy... Itt egy 60 literes boiler. Igen. Ne. Te a sztojkáig hova mentek? Tudsz róluk valamit? Egyik ki a paszt. Menjünk ott haza. Összeállhat. Marad itt sétálgat a sok köcsög, mi? Ez a tebető meg üres.
Hozz meg. Ugye? Várjál csak itt most. Éj! Te normális vagy, állj meg, te passzopó! Ez meg a Skoda? Repülőegység! Jézusom, uram! Jól van? Biztos úr! Biztos úr! Állj meg picit. Láttam, nem történt semmi. Hogy kisasszom? Én láttam. Be van zárva. Figyelj már ide, Legó! Még egy lehetőséged van, vinget. Legó pejük, figyelj csak ide! Mit baszol szét a csöves gecet? Ütök rajtad egyet, az ketté szakadsz. Ha? Örülj neki, hogy van még fogad, becsüld meg! Szedd össze magad! Te hallottál már arról, hogy mi a helyzet, hogyha kihajtasz, meg behajtasz? Ha? Te büdös tojás, hallottál már róla? Ja. Te mit képzelsz magadról? Há? Rocky bábó! Gyere ide, te büdös! Most kérje bocsánatot apától. Még van rá lehetőséged. Ne bánd a pucit, ne bánd a pucit! Azta! Mert sportember Asta. Vagyok. Rokkantan te verjed már! Gyere, te csöves geci, most popázzál! Legó! Há? Mi van, szopógi? Jaj, ne bántson, ne bántson! Álljál le te is! Ja, bocsánat, elnézést, elragadtattam magam. Kicsit, jó, mert most éppen majd egy kicsit most leszomel. Kicsit megpihel. Meg lesz nevelve. Na. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Mehetünk a fazba. Viszlát, viszlát. Laci, kösz szépen a szubot. Jó, megnevelted te. Hát bászik, eldurrant az agyam. Nem mondom őszintén. Van szintén. Ez így, mennyi hazafelé? Nem bírom már idegileg. Elnézést. Norma... Nem, a faszomba normális uram, vagy? Itt részelsz a kereszteződésbe? Takarodjatok már innen a faszomba, bazd meg! Szállják ki! Szállják ki, te csöves geci a kurványádat! Jaj, szállják ki! Állj meg! Véget van, bazd meg! Nyomjad neki, öreg! Nyomjad! Ezt el kell kapni, hát! Gyere, szállj ki, azt vezessi a faszomba, merje bele! Ezt a Skodás buzit szét kell baszni! Csóri, tönkre tesszük idegileg! Kapd el a csöves! Egyenesen ment az biztos. Hogy beszélhetsz velünk, te jó is? Hát a kurva anyját, most már tényleg főment a cukrom. Megnézd passzol, mondtam, hogy húzd meg azt. Hát van egy tikkel a szemem. Be kenjen? Honban? Honban ez a csöves, látod? Hát ez el, ez... Bazeg elhajtott. Önt beraktam. Nem az ott, nem? Nem, az nem az. Hú, remélem még találkozunk vele. Izgalmas társalgás lehet. Nézd el, a Joker milyen sofőr. Cinematikus nézetek. Baszik, olyan, mint egy film ez az egész történet. Többenetes ez az egész. Menjünk haza akkor, mi? Gyerünk a passzomba. Ez rendes repültött az zik. Júj! Jézusom! Új, geci! Baszik, nincs fék. Szevasztok, fiai, mi a helyzet? Ha? Szevasztok! Öreg! Szevasztok! Milyen öreg? Ti ki a faszom vagy, ha? Nem vagy az, Lali? Kérsz egy száci? Persze. Ki a fasz vagy? Marco, intézzem! Intézzem! Gyere már, picit! Gyere már! Gyere már! Így, geci! Ez a Minusznak a kocsija. De mi a fasz csinálsz a kocsimát? Hát most melegem marad a szemtelenségedből, Minusz! Hát, te csöves geci! Te milyen alul maradsz? Gyere, üsse becsületed, én passzopó! Hát, de úgy hallom, hogy... Nem szégyeled magad? Igen? Mindig engem embegetsz a hatak, mindig meg a szobád, de kívánta a Péter az dolgom. Mit te miről szédesz? Elrigyél már passzomban. Azért meg tudtál, hogy egy példaképet magadnak. Tudod, hogy... Laci, köszön 4000-et. Figyelj meg, de Minusz. Te vagy a példaképe, ma vagy, mint egy kibert passz. Az is a rosszabbik fajtában. Miért az én unoklám kérem neked? Azt meg fogom baszni, de egy mocskos hűtlen kurva. Sajnos kiderült. Maradj ma. Sajnos kiderült, úgyhogy szakítottam is vele. Mostantól kezdve vége. Nem is mondtad nekem. Itt a vége, Margó. Itt a vége, ennyi volt.
Sose mondtad. Most már Lajosé lehet el, vagy bárki nem számít. Engem mától kezdve nem érdekes. Lajos, ki van pésülköd, de most szerintem miattad? Beleüttem a frizurát. Az mit csinálnak a kocsiddal? Minus. Gyerünk, Joker, nyomjad neki! Hallunk össze az ezrest! Köszi szépen! Laci, köszönöm, így rogyod! Há, köszi szépen a szubat! Egy írlogosi szappanoper az egész. Nem basszad a bargót, Lajos? Ha? Nem, nem. Hogy lehet ez a kurva nyádat, hogy te állod a rarmozzusnál? Meg kell vallanom, öreg. Igen? Valamit be kell vallanom. Igen, hallgatom. Szóval, hogy azt történt, hogy elkapott engem a Márga a folyosón, és beledugta a nyelveit a számba, úgyhogy én nem is akartam. Érted? Azt. Jó, hogy ne fordulj neki, öreg. Fordulj meg! Miért ne forduljak meg? Márga. Jó, van a szomorítsa meg a jóisten. Hát mi történt? Tehát már szart is ki lehet belőle préselni? Ellenkeztem, öreg, én ellenkeztem. Nem kell itt a kamu. Úgyhogy te is egy mocskos komolyan áruló vagy, sajnálom. Nem vagyok az, öreg, esküszöm. Margó, hát? Jó vagy, Margó? Oh! Engedj le! Vagy menjek ezzel motorral egyet? Morázt üzemanyag meg nincs benne. Várnod? Várjál már! Működik ez a... Én vissza! Figyelj csak! Én már vissza! Te most már álljál le, te csöves geci! Akarok kérdezni valamit! De ne kérdezzél, jó? Nem vagyunk a viszonyban! Mártól kezdve minusz geci! Jaj, vagy öreg! Jaj, bocs! De szállsz, hát! Azt a vidős kurva eget! Öreg, lassabban! Jézusom! Lassabban! Lassabban, csaura! Ez mi a... Tessék, uram! Te normálisak vagytok? De kell? Nem az öreg! A 720-at kivágtam! Jó van, megyek dugleni a faszomba. Ez mindenkinek jobb lesz. Megyek a faszomba, mert nem bírom már ezt a papátlanságot, amit a mínusz megenged magának. Csinálod, ha posztereket leszednéd, rólom a falról. Igen, megyek szunyókálni, sziasztok. Akkor majd hónap tali. Csá. Margó, figyelj, de te szedd össze a cuccaidat a sátramból, takarodjál el. Dehogy viszem el. Dehogy nem, mensz a gyászba. Pakold össze a ruhám! Eni, kösz szépen! Az ezres, nagyon szépen kösz. Lesz kod? Nem lesz már. Most ez egy rövid stream lesz, srácok. Ez most ennyi volt. Holnap találkozunk leghamarjábban. De nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok. Nagyon puszi. A lájkot érdemes megnyomni, mert az nagyon jó. De holnap találkozunk leghamarjábban újra. És puszi-puszi nyálcsere, meg mindenféle ilyesmi. Ember nélkül marad a Margó. De úgy igen, ki van szentelenedve. Ez a brigád nagyon komoly amúgy. Holnap hánykor? 8-kor van mindig stream, srácok. Pápábabáim. Nagyon kösz, hogy itt voltatok, nagyon szépen kösz mindenféle támít, srácok. Puszi-puszi nyálcsere meg minden. Nagyon szeri és nagyon puszi. Sziasztok és nagyon jók legyetek ti majd most. És nagyon ügyesek legyetek. És ne feledjétek. Univerzál. Chan 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 chan.